Devolverus Digitalus, avagy már is folytatjuk a szektás bárányos mókát. Én úgy gondolom, hogy ez még mindig hangos. Hopp. Bocsánat. Most a jó. 6,5 óránál tartunk jelenleg a játékban. 8 kedves kis követőnk van, aki épp imád minket, és 6-an már meghaltak. Sajnos a legutóbbi streamben, azaz a második szektás streamben már... Hát az a helyzet, hogy elérkezett az a pillanat, amikor már ilyen megöregedtek a követők, és elpusztultak. És lett feleségem is, de csak pár napra. Úgyhogy ma lesz újabb feleségem, még nem tudja, még alig van 2 napja a szektában, de ő lesz az új feleségem, mert megkapta, hogy sokáig éljen, úgyhogy ő lesz velünk. Janice. Janice-t el fogjuk venni. Hát... 3 alkalommal voltunk lent a kazamatákban, ami nem sok. Nagyon üvöltött a játék, sorry srácok. Itt a kis szektánk. Jaj, és aktív srácok a rituálé, úgyhogy gyorsan elmegyünk még horgászni. Ahogy a lábnapot sem érdemes kihagyni, az óceános rituálét sem érdemes. Tehát, hogy ez besteu. Mondtam már nektek, hogy emiatt a rituálé miatt van több mint 1000 goldom a játékban? Azt mondtam nektek? Egyszerre halt meg 4 követőd a kiöregedés miatt, ez egy komoly issú. Hát igen. Ezzel kalkulálni kell. Ezzel kalkulálni kell, srácok. Köszi szépen a szegpergetést mindenkinek. Sziasztok. Ma jó, neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Erről jut eszembe, farkasgölt majd vissza kell hozni a mai napom. Túl jó ez a horgászás, basszus. Így nincs is arra szükség, hogy játszunk azt a különös játékot, hogy 3 oszlopba kell tenni számokat. A legnagyobb hal jó lenne. Aha. A legnagyobb hal bekapta. Az a helyzet, hogy egyébként, ha meglátsz egy követőt, akinek iszonyatosan rosszak a trétjei, hát... azzal már kb. Felesleges is kalkulálni. Azzal úgy kalkulálhatsz, hogy jó lesz valami rituáléhoz. Lennél a legnagyobb hal, még bekerülhetsz ide, Frózi. Akár hal, akár más. Rossz minőségű követőnek trétjei vannak? Meg leszünk. Gyegyus már nem tart sokáig. Már nem tart sokáig a horgászás. De csinálni kell a pénzt. Valahogy csinálni kell a pénzt. Hipelul. Köszi szépen, szélre karcoló a Hipelult. Szia, Little Mao. Na, például azt is elmondhatom nektek, hogy Little Mao se jön folgájzozni. Köszi szépen, srácok, mindenkinek, aki részt vett a hájfonatba. Ah, egy Stardew horgászaton edződött Barinak ez nem kihívás. Hát igen.
Ebben nincs kihívás. Nem is emlékszem, hogy melyik volt az a játék, amiben nagyon-nagyon tetszett a horgászás. Hát az biztos, hogy nem a Lost Ark-ba. Szerintem ott nem is lehetett horgászni. De volt az elmúlt egy hónapban egy game, amiben igazán királyul kitalálták a horgászást. A Fishing Sim, hát abban jó volt. Az biztos, az Ultimate Fishing Simulatorban abban nagyon jó volt a pecázás. Á, nem a Sea of Thieves volt. Lost Ark-ban is volt horgászat? Hát a Lost Ark-ra nem úgy emlékszem vissza, mint hogy nagy horgászós élmények. De nem tudom megmondani, srácok, hogy mi lehetett az a game. Na, még van két halunk, srácok. Jaj. Hát ez hihetetlen, és jött még egy. A New World-ben amúgy tetszett, de nem mondom azt, hogy ugye az elmúlt egy évben abban volt a legjobb fishing. Gyere, gyere. Amúgy szerintem megvan, hogy mibe tetszett nagyon. A Roots of Pacha. A Roots of Pacha-ban nagyon jó volt. A Roots of Pacha-ban tetszett a horgászás. Igaz, az a játék még meg se jelent. Veldorf. Köszi a 41 hónapot. Far Cry-jal játszottam-e? 100% voltuk a Far Cry, csak mondom. Jajjaj, Ghostface! Menjetek innen! Valaki itt még összeesett? Jó. Ghostface, srácok, feladta. Veregjenek, srácok, a szvegek Veldorfnak. Na, mit szeretnél, Willy? Willy nagyon sokáig bírja. Én ennek örülök. Vannak kreatúrák, akik... hát, nálunk szállnának meg a szektánkba, de betegek. Jöhetnek? Persze. Csak arra fel kell készülnünk, srácok, hogy beteg kreatúrák jönnek. Agybeteg. Agybeteg kreatúrák természetesen. Jézus Veldorf, hacsvint. Szajjal nyomtuk a Far Cry-t. A hatot. DLC-s tül. Nagyon-nagyon tetszett. Na, hát jöhet egy újabb doktrina. Na, és én azt mondom nektek, te vagy ez az öreg szarvasmajó? Ezt te lennél? Afterlife-ot. Itt minden szuper, Veldorf. Na, tiszteld az öregeket. Good die young trait. Ha egy időset feláldozunk, meggyilkoltatunk, vagy elfogyasztunk, akkor kapunk 10 fate-et, de mínusz 20-at kapunk, hogyha normálisan halnak meg az idősek. Ajaj. Na hát, én azt mondom nektek, mehet a tiszteld az időseket. Bár, hogyha professzionális, bárányos szektás gameplayt szeretnétek látni, akkor egyértelműen idősek feláldozása. Ha nem rólatok lenne szó, srácok, akkor menne a feláldozás. Kitartást, Veldorf. Jó gyorsan elrepült akkor fölötted az idő, majom. Ah!
mióta adományoznak nekünk, srácok, a jó népek? Na, egy jó kis inspirálás. Valium Huszár is amúgy nagyon bírja. Tehát képzeljétek el, hogy ő most már 7-es szintű Valium Huszár. Durva, mi? Azzal az inspirációval nagyokat lehet menni. Kalamayama. Tehát például, hogyha változtathatnék a doktrinákon, srácok, akkor olyat nem kérnék, hogy donételjenek. Túl sok időt veszel. Na, még inspiráljuk Majót is. Amúgy tényleg Majó nem élt sokáig. BTF. Egy kis gondolatolvasás. Azt mondja, hogy 16 napja van. Hát ez szomorú. Ez szomorú. Milyen kedves vezető vagy. Tetszik, annyira ráfügtem erre a játékra én is, hogy csak na, nem lehet letenni, viszont a szektában sok az idős közti cirkusz. Te ilyen arénát csináltál az időseknek? Na szép, nem lennék a szektádba. Megküzdeted itt az időseket. Szevasz, Misi. A 16 nap szarvas időben lehet 160 évnek felel meg. Lehet amúgy. Ez itt üres. Akkor adjuk oda Adamnek. Hát igen, kiürültek srácok itt a lakónegyedek. Épületeket kéne csinálni, mert azzal nagyon rosszul állunk. Nem azt mondom, hogy ez Majónak készül, de szerintem erre szükség lesz. Na, tehát szeretnék csinálni... kinti WC-t. Szeretnék csinálni kinti WC-t. Na, hát itt a... nem. Vagy de? Nem is tudom, srácok. Hát igazából... ez itt jó lesz lent. Ez itt teljesen jó lent. Hajrá, Majó! Odaérsz. Még odaérsz simán. Szerintem belefér még egy kis horgászás. Tudjátok, hogy mit kell még csinálnunk? Megnézni ezt a gombász negyedet. Jézusom. Brezmánki, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Srácok, peregjenek a szvegek Brezmánkinak. Mizus amúgy Lianna. Hogy így eg arra felé. Köszi szépen, srácok, a támogatásaitokat. Jajjaj, bekapta. Valaki közületek tényleg szereti amúgy ezeket a horgászos minigémeket, akkor javaslom, hogy nézze meg majd a rúcok pacsás gameplayemet. Azon belül is, amikor horgászunk, a horgászos minigém az adtam. Azért kell vennem, mármint azért kell fognom most nagyon-nagyon sok halat, srácok, mert legutóbb, amikor felfedeztem, hogy lehet adományozni a démonnak, aki föltámasztott minket, hát eladtam nagyon sok mindent. És így több mint 1000 goldra tettünk szert. Úgyhogy nyomnunk kell, srácok, a horgászatot.
Én amúgy azért raktam ki ezt a rituálét, ezt a horgászos rituálét, mert tudtam azt magamról, hogy én imádni fogok horgászni ebbe a gémbe. Köszi a pergetéseket. Nek a démonnak nem a lelkeket kell eladni, hanem a halat. Hát adományozni kell neki, szóval a lelkünket is oda kell adni a démonnak, persze. De... ha pénzt szeretnénk csinálni, akkor... egyéb ilyen... tárgyi jóságok is mehetnek. Az igen, rögtön jöttek rá hárman. Ó, és a legnagyobb kapta be. Azért jó a legnagyobb, mert a legnagyobb hozza a legtöbbet érő halat. Jó. Már csak három van, ha jól láttam. Nem, már csak kettő. Jó. És akkor most jön az utolsó. Jó, megvan minden srácok, úgyhogy... Viri belépett az öregkorba. Ezt szomorúan olvasom. Az egyik legjobb imádom belépett az öregkorba. Viri, azért kapsz egy ki... Ez nem Viri. Majó. Lassan elfogy a szekta. Hát igen, nyomni kell a dungeon-ezést. Lassan kell az utánpótlás. Igen, van új, csak ő beteg. Tehát, hogy azzal még kell valamit csinálnom, hogy... legyen ilyen gyógyító sátrunk. Na tehát a betegekkel tudunk-e valamit csinálni? Shelter, tabernákulum, misszionáriusok, Hát ott van Healing Bay, na ez kell nekünk. Na, és a következő a Grand Shelter. Az igen, luxust ad a követőknek, és Diva Oceant kapunk, hogyha alszanak. Az igen, ez a Grand Shelter, ez mennyire komoly dolog, tehát alvás közben Diva Oceant csinálnak. Nem szar, nem szar. Janice, nagyon jó. Janice, figyelj már, mikor házasodunk? Mit gondolsz egyáltalán? 4 napja vagy itt és egy kicsit éhes vagy. Érzi a kapcsolatot a főnivel. Érdekes, érdekes. Jó. Mindjárt lesz itt több is. Na gyere. Ja, de Majóval már megvolt a tánci tánc. Jó, Edemmel is megvolt. Volt-e már srácok ma mise? Most már van. Curse of the Necromancer. Miért is nem? Jó. Oh,
Sajnos itt most ezen CD van. Na, rituálé. Egy jó kis házasságos rituálé. Nincs hozzá csontunk. Basszus, hát tényleg menni kell. Tényleg menni kell. Dungeonozni, mert nem leszünk így jóba. Na, tehát akkor a feladat megcsinálni a healing bait, amihez kell nekünk 5 olyan durva cucc. Oké, Eden már jön ide dolgozni. Na, Willy level 7-es, még nyomunk neki egy inspirálást. Meg azért a donétet már nem tudunk tőle kérni. Jól van. Az a helyzet, hogy 2 sír is kell nekünk. Jó, ahogy látom, ez belefér még bőven. Jó. Milyen szívtelen népek vannak itt a chatten? Láttad volna Veldorf tegnap mit akartak. Tehát, hogy Seki lett a feleségem, azt öregkorba lépett, és megszavaztattam, hogy mi legyen vele. Eltemessük, feláldozzuk, vagy feldaraboljuk. Tippelj, hogy mi nyert. Feláldozás nyert. Eszedjük a bogyászt. Kell csinálnunk kaját. Van ilyen halas itt, de a halas betegséget okoz, tehát ez a hal ez nem jó. Van itt olyan, ami igen, ez ugyanaz a hal? Nem, ez nem ugyanaz a hal. Tehát értékes cuccokat dobhatnak a követők, viszont hánynak azonnal. Ez mehet. Hányás az jöhet, srácok. Egy jó kis instant hányás. Ham nyam 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 üe. Ham nyam 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 üe. Na hát eddig, ott, köszi, intézem. Ham nyam 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 üe. Lesz gyógyító bódé, mehet a beteg kaja is? Akár az is mehet majd, aha. Na. Maxine, Phoenix és Adam barátok lettek, még puszit is adtak egymásnak. Viszont elérkezett az este. Azt hiszem lassan el fogunk búcsúzni Majótól. Lelkileg erre készüljetek fel, srácok, hogy itt ilyenek fognak történni. Szükség lesz ilyen prisonre. Na. Én azt mondom nektek, olyan prisonünk lesz, hogy a prisonből rögtön nézhetik a sírokat. Tehát, hogy tudják, hogy mi lesz a sorsuk. Kvésfagyártó nem kell? De, kell. Kell. Bizony. Mizu és Phoenix, hello. Farmer Station. A Farmer Station megengedi a követőknek, hogy locsolják a növényeket. Olyanunk van? Scarecrow-nk is van, a madarak nem lopnak a farmunkról. Na, ilyet még nem csináltunk, ezt a Seed Shilót. Ezt ki kell, hogy próbáljuk. Mondjuk ide tesszük. Ezt lehet flippelni is. Ja, hogy melyik oldalon legyen. Jó. Mi van még itt?
Igen, ez mindenféleképpen kell a fa generáló. Ezt pont így csináltuk meg, és kell a kavics generáló is. A refinery az már megvan nekünk. És akkor jövök én ide és csinálom. Az a helyzet, hogy nagyon kevesen vagyunk. Semmi különös, tegnap este befejeztem a Sekirót, és utána én is elkezdtem ezt, és részlete már hajnali egy is elmúlt. Ilyenek ezek a menedzsment játékok. Onnan tudod, hogy jó egy menedzsment játék, hogy azt eszed észre, hogy Jézusom, már mennyi az idő. Valaki még van küldén? Nem, sajnos már nincs senki küldén. Akkor máshogy néz neki a kis ikona ezelőtt a misszionárius épület előtt. A gyógyító sátorhoz ezek az advanced fa izék kellenek, úgyhogy nem tudom, hogy azzal én tudok-e foglalkozni, vagy csak a követők, mindjárt megnézzük. Aha, én nem tudom. Akkor ez ilyen követő only dolog. Szóval senki nincs misszión. Jó, hát akkor építünk tovább. Na, hát Adam is elérte az időskort. Úgyhogy erre is fel kell készülni. Adamnek is meg kell építeni a sírt, mert csak 7 aktív imádón van. Gyertek, fiúk, ez az. Jó, én veletek szeretném csinálni. Jó, hát igazából mehet az inspirálás is. Nem ezt akartam, de ez is jó nekem. Nagyon tetszik Phoenixnek a hangja, ahogy mondja. Csak megtaláltam az épít gombot. El kell menni csontért, hogy meglegyen a házasság Janice-szel. Azért segítünk még mindig az építkezésbe, srácok, hogy tudják átalakítani a durva fát. Jó. Na hát akkor egy kis inspiráció majónak. Valium huszárnak is inspiráció. Valium huszár is az első követők egyike. Hát ne, nem most tartsuk még meg a misét, én bízom benne, hogy az sír, nem tudunk sírt se csinálni, mert nincs fánk. Adja baj, srácok. Jó, Willivel megvan a tinci tánci? Na hát most már Willivel is megvan a tinci tánci. Ezt miért nem csinálja senki? Ez hogy lehet? Team? Jaj, hát ugye... Basszus. Nagyon jó! Hát ez nagyon király volt. Hogy kiszedtük a kakát, láttátok? Na, nyomod. Be kell fogadnunk a betegeket. A
amúgy, ha már itt vagyunk, akkor alakítsunk. Hát már nem tudunk mit átalakítani, nem baj. Jedi, köszi szépen a 8 hónap támogatásodat. Srácok, peregjenek a szvegek Jedinek. Köszi még egyszer, Brezvanki, neked is a feliratkozásodat. Na. Tehát, ami nekünk kell, az a Healing Bay. Mely jól néz ki egyébként. Hát... Hát, ja, ez itt jó lehet. Jól van, jönnek többen is segíteni a Healing Bay megépítésében. Sakkalla makkanna! Na, lehet összájnolni followert. Jó. Na, gyere! Szóval, te vagy itt Farkas Girl. Ugye, Farkas Girl, hát őt nem neveztük el legutóbb. Hát, hogy őt vissza kell hozni. És méghozzá ő akart lenni a kutyus. A kék kutyus. Nagyon jó. Nézzük, mit tud. Aha, tehát, hogy nem hallgat a többi lázadóra. 10 hitet bukik, hogyha beteg lesz. Illetve sokkal lassabban dolgozik, illetve hitet generál, tehát lassú. Lehet meg van Farkas Girl. De sajnos Farkas Girl beteg, úgyhogy Farkas Girl nem bebörtönzés, hanem Farkas Girl... Pet Dog VTF. Na várjuk, akkor ezt nem így kell csinálni. Mondjuk inspiráljuk egy kicsit Farkas Girlt. És akkor utána bevisszük. A gyere Farkas Girl. Ott van, egy lázmérőt dugtunk a szájába. Kész. Most már nem beteg többé. Mennyi ilyen kamillánk van, vajon? Mert ahogy látom, azt kéne ültetni. 50 kakánk van. De 48 kaka, azt a rohadt srácok. Honnan lett ennyi? Várjunk, hogyha ide tesszük a Barry Bust. Na nézzük, hogy foglalkoznak majd vele. Szervusz, Dreklász! Hoppá! Rituáléknak a CD-jét le lehet húzni. Ó, tetszik, tetszik. Gyóntatás! Hoppá! Gyóntatás! Na ez is tetszik, srácok. Ez a Grand Shelter is nagyon ott van. A szeren. Na, aki szeretne bejutni a szektába, annak azt kell csinálnia, hogy most ír a botomra egy privát üzenetet, amiben az üzenet szerepel, hogy felkiáltva egy jegy. Ha szeretnétek bekerülni a szektába, akkor írni kell a botomra egy felkiáltva egy jegy parancsot, és hogyha van legalább 100 trofátok, akkor bekerülhettek. Mutatom már is, hogy
Hát a E-Hunter botra a démonírtól szigorúan. Mutatom, hogy mik közül választhattok. Itt vannak a kis állatok. Őzike, disznó, kutyus, cicus, róka, vörös panda, hal, unikornis, patkány, armadilló, méhecske, hangyász, teki, majom, narvál, ktulú, bocis, csacsi, szarvas, süni, nyuszi, lilapók, barnapók, pirospók, zöldpók, hát ez nem tudom mi, szőröspók, és bokor. Na nézzük ki a szerencsés. A romboló, 13-as számú. Mi szeretnél lenni? Romboló. Milyen kis állat. Aki nem jutott be, ne izguljon, srácok, még úgy is lesz rá alkalom. Majd legközelebb, Reni. Szia, Szafi, sziasztok, sziasztok. Itt vagy, romboló? Ha itt vagy, akkor írd már meg, Léci, hogy milyen áll. Majom szeretnél lenni? Zsír. És milyen színű majom? Mondj egy oszlopot meg egy sort, és akkor kiválasztom neked azt a majmot. Amúgy ez rendkívül jól néz ki, ez a fehér majom. Azt is mondtad, hogy rám bízom. Rám bízod. Majomnak minden jól áll. Itt mögöttem ilyen fekete majom van. A fehér majom az nem rasszista? Nem tudom. Az utolsó fehér? Utolsó sor, fehér. Okés. 15%-a könnyebb szintezni, viszont hitet bukik, hogyha meghal egy más követő. Milyen jó, hogy őt most fogadjuk be, amikor meghalnak hárman. Na gyere, romboló. Kicsit zöld az arcod. Hát nincsen 15 kamillánk. Tudunk ezzel valamit kezdeni, srácok? Raksa! Olyan sok szájat kell letetnünk, biztos, hogy kellenek magvak. Ó! Egy kis hernyó ad el nekünk magvakat. Hát adjad. Tök is van. Jó. Ilyen kamilla magvakat vettünk, és akkor megpróbálom azt elültetni. Na hát akkor mehet. Kamilla. 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 Még. Én gyorsabb vagyok. Szafi, köszi szépen az 5. hónapot. Srácok, peregjenek a szvegek Szafinak. Aha, oda már lehet adni hozzá a kakát. Besegítünk itt. Hydra bossnak. Na, tehát kaki. Kaki, 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 ide kaki, oda kaki, kaki, kaki. Na, mit szeretnél, Virigy? Vivi rendkívül hálás nekünk. Hát, Viri, én is rendkívül hálás vagyok. Viri 8-as szintű. Tehát ha valakit fel kell támasztanunk, majd az Vili. Csak mondom.
nagyon kellene nekünk Camilla. Az a helyzet. Félek elmenni, srácok. Pedig el kéne menni. Legalább gombászni menjünk el. Kéne neked madari? Jöhetsz majd, madari. A spórás grottó. Na, itt is vannak ilyen vendorok. Nagyon különleges dekorációk. Aha. Kaka, kaka, nagyon jó. Egyik se érdekel. Kártyák, kártyák. Azt mondja, hogy... gyorsabbak lehetünk. Ez rendkívül izgalmas. Se csont, se Camilla nincs. Sasalutu. Sasalutu, ő itt Sozo. Ilyen gombás... tudós. Ez a szenvedélye, a gombák a szenvedélyei. Hát látszik az arcán, hogy neki gombák kellenek. Sozo mindent megcsinál nekünk. Szóval... gombák kellenek neki. Tudja, hogyan lehet kihasználni a gombák erejét, mármint felhasználni. Menjünk Anurára és hozzunk neki gombát. Jól van. Follower formot lehet venni. Húsz goldért follower formokat lehet feloldani. Oda néz. A2win. Tegyük ágyba a karakteredet? Oda tehetjük. Azt nézzétek. Nyomjuk itt a lootboxolást. Szia, Tony. Wow. Kis zsiráf, azt nézzétek. Hogy állunk most? Az, de jó. A kis teki. Jól van. Nem lehet többet venni. Kicsi gomba. Jól van. Díszens kicsi gomba. Na, betesszük akkor az ágyba. Rombolót. Na, hol vagy, romboló? Nem tudni, hogy hol van. Ott van, alszik. Jól van. Hát akkor nyomod. Nyomod. Azt mondja, hogy... nem, nem, maradjál, pihenjél. Ja, most fölkeltettelek? Ja, kapsz egy kis inspirálást. Jó, és akkor menjél aludni. Addig alszol, ameddig nem leszel jobban. Tehát az alvás gyógyít. Aha. Sír. Jó, egy kis inspirálás. Janice-nek is. Egy kis inspirálás Willinek is. Majó is kap egy kis inspirálást, mert mióta él. Valium huszár is kap egy kis inspirációt. A fiúk is kapnak itt. Nagyon jó. Igen, igen, igen. Jól van. Mindenki kapott egy kis inspirációt.
és akkor mehet egy mise. Három idős emberünk is van. Tényleg nagyon kell az utánpótlás. Egy újabb doktrina. Nem tudunk áldozni, srácok. Meg az időseket nem akarjuk feláldozni. Na, természetes temetés. Sírok. Én sírokat szeretnék. Én ezt a doktrinát akarok. Mármint ilyen sírköves sírt. Jó. Na, várjunk, muszár. Level up. Az amúgy komoly, várjon muszár level 8-as, és ha megnézitek, 29 napja van. 51 éves. Nagyon, nagyon durva. Jól van. Jó, én azt mondom, mehet egyébként. Mehet a kalandozás. Izét akarunk hozni. Hellob! Tehát fogott nekünk egy követőt. És 50-ért tudok venni tőle követőt. Hoppácska, srácok. Hoppá! Pénzért lehet venni magvakat, és pénzért lehet venni követőket. Szia, Seki, mint feláldozott ex-feleség. Arra jöttem rá, hogy akik már bekerültek, azok ne nevezzenek újra, mert fel tudjuk őket támasztani. Most, hogy itt vagy, Seki. Ezt így most mondom mindenkinek, mert akkor másnak is lesz esélye, illetve feltámasztással a régiek is bekerülhetnek. Most viszont, hogyha szeretnétek bekerülni és még nem voltatok a szektába bent, akkor egy felkiáltó jegyparancsot kell írnotok a eHunter botra a privát üzenetben. Shelob után jött szabadon a lotból. Shelob, ő kicsoda? Most így nincs meg. Ja, tudom már, ő volt az, aki ott volt a Sauron szemétől nem messze a barlangba. Hát de öregkorút amúgy lehet fiatalhoz az? Nem tudom, kipróbáljuk. Akik a chatre írják be, hogy felkiáltó jegy, azok nem privát üzenetet írnak. Az a helyzet. Na nézzük. Szevasz, Konix. Dreklász! Na! Úgy néz ki, hogy te vagy a szerencsés. Dreklász! Dreklász. Dreklász szereti, hogyha beteg lesz, mert akkor hitet ad nekünk, de lassabban gyógyul. Jó. Na, mi szeretnél lenni, Dreklász? Most nagyon sok a lehetőség. Őzike, disznó, kutyus, cicus, róka, vörös panda, hal, unikorn és patkány, armadilló, méhecske, hangyász, teknős, maki, narvál, Cthulhu, boci, csacsi, szarvas. Ja, hogy egyértelmű, hogy kutyus. Jó.
akkor jó. És kiválasztottam neked a cicát. És milyen színű kutyus szeretnél lenni? Oszlopsor. De az nem baj, mert ha tovább beteg, tovább adja a buffot, nem? Én nem vettem ilyet észre, seki. Még legalább. Van Cthulhu. Igen, igen, az best. Aki előrendelte a játékot, az kapott Cthulhu követőt. Utolsó sor, utolsó oszlop. Okés. Jó, hadd szóljon. Még át kéne nevezni mondjuk. Szia, Tony! Köszi, hogy bekukantottál. Ez nem tűnik nekem fekete-fehérnek. Mi történt itt, srácok? Miért lett barna? Nem mentett el? Hát kiválasztottam pedig. Hogyha most vettem egyet erre a sorsásra, de nem nyertem, a kövinél újra kell, vagy most már benne vagyok a kalapba? A kövinél újra kell venni, srácok. Jó, tehát vettünk követőt, most már mehetünk, srácok. Szia, Bubu. Na, mehet egy menet. Lévén nézem a streamet, és akkor a csúszás van benne, hogy mire kimondod, hogy lehet vásárolni egyet, addigra letelik az egy perc. Shit! Shit, madari. Na, ez egy nagyon lassú, mancs. Üdv mindenkinek, srácok! Lassú, de nagy damoló. Ó, hogyha jó időben nyomom meg, akkor akár maga mögé is tudok támadni ezzel a cuccal. Na, Majó meghalt. A szívás. Ezért nem akartam eljönni. Ezért nem akartam eljönni. Akkor ma nem volt jó napja? Nem is ti lennétek, srácok. Stonehenge. Nem én haltam meg, csak megrémültem valaki halálától. Romboló, te nem haltál meg. Majó halt meg. Nem mondtam Rombolót. Romboló már nem beteg többé. Probléma, srácok. Eltűnt a diseased hátunk. Jaj, srácok. Itt valami núbia, jól gyűjtjük a sebzéseket. Teddy! Köszi szépen a támogatást! Gratula az újabb badge-edhez. Srácok, peregjenek a szövegek Teddynek. Majmot értette? Nem. Majó. Jobb
chesteket spawnoló. Spawnolnak. Na, ez tök jó. Azon gondolkoztam, hogy mit fog csinálni a karaktered, ha végzett a kultista bizniszsel? Csak mert van egy karrier ötletem. Barista. Ezt tetszik. Ezt tetszik. Köszi szépen, Phoenix. Köszi, köszi. Köszi. Na, megyünk tovább. Azt mondja, hogy tovább lehet menni oda a shoposhoz, oda a kártyáshoz. Zöldség... Kavics, kavics. Vagy kádakat barikád néven. Nem is figyeltem, hogy mit választottam, de itt valami golden nugátokat. Ja, akkor ez nugát volt, nem is kavics. Oké, a következőnek mindenféleképpen követőnek kell lenni. Jaj, de aranyos! Na, mit szeretnél? Kicsi béka. Bolondok vették körül, és nem látták, hogy ő valójában egy zseni. De te látod bennem, nem kicsi bárány. Igen, igen, én bolond vagyok. Talán nem vagyok olyan bolond, mint ahogy kinézek, azt mondja. Tehát lett egy okoskodó kis brekkencsünk. Mindjárt boss fight. Ja, nem ezt a gombot kerestem. Harmincszárom csontnál tartunk. Meglőttek, srácok! Hogy volt mersze? Hogy volt mersze? Breki megmondta a tutit, hogy nem is vagyok olyan ostoba, mint ahogy kinézek. Jó. Jó. Most meghalt mindenki? Elvileg még élnek, nem? Disease Heart az arra jó, hogy ugye azt nem tudod feltölteni. Aha. Disease Heart az így azt csinálja, hogyha elpusztul a Disease Heart, akkor így sebez mindenki, aki a képernyőn van. Vámpíros kard az így nem kell. Viszont ez a gauntlet az jöhet. Így van, egyen jobb gauntlet. Olyan, mint a kék szív. Hogy így fölvenni föl tudod, de hílelni... Hílelni azt ugye nem tudod. Csak hogyha veszel fel újabbat. Vissza kell mennünk, srácok. Van ugye a piros szív, az konténer alapú, tehát hogyha elfogy, akkor azt vissza tudod hílálni. Van a szürke szív, ami plusz a piros konténeren felüli szív, viszont azt nem tudod hílálni, csak hogyha veszel fel pluszba. De az nem ilyen visszatölthetős. És van a Diseased Heart, ami ugyanolyan, mint a kék, csak... tehát, hogy robban a
robban mindenkire, aki a képernyőn van. Hát innen nekem nem tudom, annyira nem kell semmi sem. Ja, hát innen nekem nem kell semmi, srácok. Még akkor sem, hogyha jobbak ezek a cuccok. Kár, hogy sopos volt itt. Na, mit szeretnél? Itt van Hackett. Nem tolerálják ezt az eretnekséget, amit mi itt művelünk. Ezért ide hívta a szektámból az embereket, és éhessé tette őket. Tehát a szektám emberei most már éheznek. Legalábbis páran közülük. Zepár! És egy jó boss fight. Willy meghalt az öreg korába, a romboló pedig, hát, elszörnyűködött ezen. Sub the praise. Majó is és Willy is meghalt sajnos. És lehet kérni fát, legyen aranynugát. Szegény Willy is elhullott. Na, a következő az már boss fight lesz. Jedi, nagyon-nagyon szépen köszönöm az újabb a támogatásodat. Köszi szépen, hogy Doggy The Last Hope első napját ezzel lehetővé tetted. Na. Bocsánat, az előbbi elrontott egy parancsére megtanultad. Semmi gond, srácok. Bárkivel előfordulhat. Bárkivel előfordulhat. Bepótolom itt a pergetéseket. Jedinek, Safinak, Pedinek és még egyszer Jedinek. Is pergessétek a szegeket. Mutassátok meg, hogy hogy kell ezt csinálni. Na, lehet kettő újabb követő. Most ez viszont nagy akció lesz, srácok. Egyet nem, egy-egyet veszel, kettő esélyed van bekerülni. Felkiáltó jegy, parancs suttogás a E-Hunter botra mehet, tehát ez egy privát üzenet, amit küldeni kell a botomra. Skont. Na, tehát kell csinálnunk jó kaját. Tessék. Meg ilyen közepesen jó kaját. Hoppa, basszus, kettőt is elrontottam. Elrontottam két haját. A két legjobbat.
basszus. Jó, sokan neveztetek, srácok. Gyorsan intézem a temetést, srácok. Hogy lehet trófeát szerezni? Nézed a streamet. Egyébként felkiáltoljál trófea ékezetek nélkül. Nagyon jó ez a játék, de a Stardew meg a Forest mellett nem lenne rá idő. Hát azt elhiszem, azok is időrabló játékok. Jócskán. Pillanat, srácok. Várjum, huszár. Igen. Várjum, huszár, azt szeretném, hogy megkeressem a tesóját. Persze. Na, mit szeretnél, Janice? Janice azt mondja, hogy úristen, már mindenemet neked adtam főni. Tehát, hogy még az életemet is neked szeretném adni. Kérlek, áldozz fel! Janice, nem kérhetsz ilyet. Ezt megtagadom. Megtagadom, mint leendő feleség, mármint, hogy leendő urad, megtagadom tőled ezt. Ezt nem lehet. Ezt egyszerűen nem lehet. Nem. Nem érdekel, hogy hitet bukunk. Janice, ezt megtagadom tőled. Jók ezek a feleségek? Hát látod, Seki. Látod, mi van itt. Hogy állunk most? Kéne misét tartani, mi? Így van, hogy utolsó mise... Nem, gyertek misére! Mindjárt, srácok, elnevezések lesznek. Gyere, bekerülhettek. Ne! Ah! Na. Law and Order. Work and Worship. Na nézzük. Na hát have fun egyébként, cucu. Üdv mindenkinek, srácok. Glory of Construction. Minden struktúrát azonnal fölépít, ami építés alatt van. Aztán. A Devotion generálás 3 napon keresztül. Enlightenment rituálé. Az jöhet. Na, tehát ez egy olyan rituálé, amit hogyha megcsinálunk, akkor a Devotion generálás a Shrine-on 20%-kal gyorsabb lesz. Még bent vagy, Hydra boss? Nem műveled főleg a kertet, megnyomod a bányászást, favágást. Na. És ez 37 csontba kerül. Na, még mielőtt Janice itt megönnön gyilkolná magát, nyomunk egy házasságot. Na Janice, most már nekem adhatod a tested. De nem abban a formában, ahogy te azt elképzeled. Menten jobb lett a hit itt a kis szektában. Igen, morcosak lettek, mert a hajnalok hajnalán fölkeltettem őket. Hát ez ilyen. Ez ilyen, srácok. Na, tehát van egy olyanunk, hogy rituálé CD csökkentés jöhet. Szuper. Na, tehát nézzük, kik a szerencsések, akik bekerültek most. Az egyikük Gold Hand. Na, Gold Hand. Te most választhatsz, hogy mi szeretnél lenni.
meg az is választhat majd, aki te utánad jön. Őzik-e disznó, kutyus, cicus, róka, panda, teknős, jó. Köszönöm szépen, legalább nem kell mindent felsorolnom. Itt meg egy oszlopot, meg egy sort mondj, hogy milyen színű szeretnél lenni Goldhand. És gratula a bekerüléshez. Szia Moga Mizus, szia Cirkány megy. Ő így fekete-fehér, aki mögöttem van. Az első, a leges-legás, jól van. Cinikus, tehát 15%-a nehezebb lesz szint ez. Nem neveztük át. Hihetetlen, hogy nem neveztük át Goldhandet. Ja, most már nem lesz feláldozás emiatt. Tudjuk, hogy ő Goldhand. A teknős. Hihetetlen. Hihetetlen, srácok. Na, a következő... Tüskés állat. Na, tüskés állat, te mi szeretnél lenni? Miután kisorsolunk valakit, mindenféleképpen elnevezés. Jó. Jó, hogy így bevonom a nézőket? Van rá amúgy erre integráció is. Na nézzük, tüskés állat, ő egy lajhár, lassabban csinál mindent is. És nehezebb lesz szintezni. Tüskés állat, van veled gond, ahogy látom. Tehát lila pók szeretnél lenni. A lila pók. És jó. Oké. Ezt megbeszéltük. Na, te is mehetsz engem imádni. És ha már ilyen noob voltam, van pénzünk követőt venni szerintem, így van. Veszünk egy követőt. De! Srácok, egy nevezés, három esély. Mr. Zsolt! Te vagy a harmadik szerencsés, aki bekerülhet a szektába. Mi szeretnél lenni, Mr. Zsolt? Mr. Zsoltot könnyebb lesz felszintezni. Malac szeretnél lenni? Na és milyen malac szeretnél lenni? Van itt mindenféle. Belülről bomlasztanád a szektát? Na szép, szemánsz. Na szép. Pepa malac. Ink. Az ez. Ja. Vagy ez másabb? Talán ez másabb. GG. Te is mehetsz refine-olni. Légy szíves, refine-oljátok a fákat, köszi. Hogy lehet privát üzenetet írni? Hát rányomsz a nevére, akinek írni akarod, és akkor ott lesz egy olyan egy suttogó üzenet, vagy hogy privát üzenet. Na gyere, Janice! Mehet egy kis smúzolás. És Janice még inspirálnak is. Nem tudod, hogy ez valide oda? Hát valamennyire igen. Valamennyire igen, mert nevezni kell, csak nem kell jegyszámot írni most. De a suttogás az ott van. Na, farkasgölt elcsípjük. De farkasgölt miért lehet megsimogatni? Azért, mert ő egy kutya. Mert ő egy ebb. Na gyere, farkasgölt. Csináljuk. Jaj, de jó. Meg lehet simogatni, mert ő kutya. Igen. Igen, őt meg lehet simogatni, mert ő egy kutya. A Pepa malac, Mr. Zsolt.
Senki. Szívás, hogy a fakitermelő helyeket újra kell rakni? Hát szívás, ja. Na, Edemnek meg kell csinálnunk mindenféleképpen a sírhelyet. De ilyen mécsest akarunk. Az helyzet, azt most nem tudunk. Hogyha csinálunk egy ilyen simát. Meg amúgy lehet, hogy ez fejlesztés. Mindjárt megnézzük. Nézzük csak, ez fejlesztése? Nem tudjuk megnézni. Na mindegy. Faj alapú diszkrimináció, így van. Farkasgört meg lehet simogatni. Na, tüskés állatot is meginspiráljuk. Kalamana, yamana. Goldhandet is meginspiráljuk. Az nagyon komoly, hogy Valium huszár men 8-as szintű, és még mindig itt van velünk. Jaj, ne haragudj, Dreklász. Dreklászt is meg lehet simogatni. De amúgy feketének tűnik így az árnyékba. Jó, kutyi. Ezek így ide hánynak, na szép. Úgy jöhet az új kaja. A hányós kaja. Hamnyamnyam, hamnyamnyam. És egyet elszúrtunk. Janice, nehogy idány, jó lesz. Hogy őrül mindenki? Na, szüretelnünk kell. Meg kell csinálni a szüretelést. Amúgy nem kéne figyelni, hogy melyik követő mit eszik? Lehet ezért hánynak annyira. Vagy... mindenki terhes. Van-e már csont az esküvőre? Hogyne. Janice-szer már együtt vagyunk. Hogy ültet egyébként? Nagyon tetszik. Jaj, de aranyos. Mehetne a HRM építés, de Janice féltékeny lenne, úgyhogy majd, hogyha éppen meghalt, akkor utána föltámasztjuk Shekit, elvesszük, azt Janice-t is majd valahogy meg kell oldani. Milyen jó favágós ittka volt rajta. Golden Bar. Meg kell várnunk, hogy meghalljon Adam. Ezt meg kell várnunk. És utána mehet a kalandozás. Jobb lesz, mint egy szappanopera? Hát, ki kell valahogy kalkulálni, nehogy itt féltékenységek legyenek, Janice. Muszáj figyelni rá. Most mi? Ja, hogy ezt meg ki lehetne rakni? Aha. Aha! Fegyver szint növelés. Ilyet valami doktrina is? Jó, sokan vagyunk, azt nézzétek. Ez éppen CD-s. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fejlesztés. 6 doktrina kell már csak.
our modest fellowship expands. Moga! Praise the sun. Köszi szépen az ajándékot. Köszi szépen a támogatásodat Tadeusznak, kinek ezzel a 6. hónapját tetted lehetővé. Peregjenek srácok Mogának és Tadeusznak a szvegek. Köszi, köszi. Na, el tudunk valamit adni drágán? Aha. Lobstert el lehet adni. 20-as jön. Oké, oktopuszt is el lehet adni. Squidet is el lehet adni. Jó. Ezt a halat nem használjuk fel. És nekem hogy lehet írni privátba? Rám annyira nem lehet írni privátba. Most mi történik? Ádám meghalt. Csakkal a makka! És odahánytak! Fúj! Milyen szomorú lett mindenki, és közös hányós partit tartanak ott. Na várjatok. Mi ez a hányós partit? Valahol van egy kaka. Ennek új követők fogyatkozik a nép. Most amúgy pont jó. Hidrabossz csak annyit szeretett volna mondani, hogy szeret engem. Hát ez nagyszerű, Hidrabossz. Ez nagyszerű. Itt van még egy kaka. Azt mondod maga, lehet rám privát üzenetet? Igen, használja a budit. Tele volt a budi. Jedi, nagyon-nagyon szépen köszönöm az 500-as sírt. Wow. Köszi, köszi. Köszi, köszi a támogatást. Ez ilyen mérgezős fegyver. Tetszik. Wow, milyen AOE-nk van. A lehelyezett épületeket lehet-e utólag módosítani? Jó, jó a kérdés. Jó a kérdés. Én nem tudom. Lehet? Na, tessék, lehet srácok. Kobak, köszi szépen a támogatásodat. Köszi szépen a második hónapot még hozzá töretlenül. Srácok, peregjenek Kobaknak is a szvegek. El is indítottátok a hájfonatot? Köszi szépen. Bónusz resource-okat tudunk gyűjteni. Azt gondolom. Ez a mérgezős kis kard, ezt tetszik? Messze van a WC? Lehet a szentély mellé kéne tenni, mi? Kukacia Antero most jutott eszembe, köszi a tech segítséget az elmúlt pár napban. Ne viccelj, örülök, hogy tudtam segíteni, hogyha éppen tudtam. Köszi szépen a 200-as cheert, Phoenix, köszi a támogatást. Illetve
Neked is nagyon szépen köszönöm, Tadeusz. Köszi szépen Cardmaster 20. hónapját. Srácok, tergessétek a szvegeket mind Kobaknak, mind Mogának és Tadeusznak, és Tadeusznak, aki továbbadta Cardmasternek. A Modest Fellowship expands. Moga, köszi szépen az újabb támogatásodat méghozzá Karillaz számára, kinek ezzel az első napját valósítottad meg. Köszi, köszi. Srácok, peregjenek a szvegek, pergessétek, pergessétek őket. Kamalanna! Kamalanna! Na gyere! 20 goldért tudunk venni egy kártyát. Szükség lesz rá, srácok. Fegyversebzés 1,5%-kal megnő. Recharge-on. Az a helyzet, hogy ez egy bosszölős menet lesz. Kaptunk egy nyakláncot. Na, én nem is tudom, balra kéne menni. Na, tehát... 72%-os akció van Helobnál, Temeronon jöhet. Szervusz, Cardmaster, és köszi szépen mindenkinek a pergetést. 14 goldér, ez teljesen easy volt. Olyan ízletesek ezek a kreatúrák, azt mondta. Megyünk tovább. És akkor még követő. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Reni, köszi szépen az ajándékot, méghozzá Dave számára, kinek ezzel a 17. hónapját tetted lehetővé. Köszi szépen a támogatásodat, Reni. Köszi, köszi. Na, lesznek most követők rendesen, srácok. Megérkezett az újabb generáció, mármint hogy megérkezik az újabb generáció. Fekete cucc is tud fejlődni a bárány fején? Igen, igen. Ugye azt teszi erősebbé a fegyvereket, hogyha jól emlékszem. Megtaláltuk egyébként a tesóját Valium huszárnak. Peregjenek, srácok, a szvegek. Jó, és akkor most jön a boss. Ja, de nem boss jön, mert hogy... Á, srácok. Fékinfóztam nektek. Hát ez nem az a... Ez nem az a kazamata, ahol boss tudunk ölni. Mármint hát meg lehet ölni a lesit, hogyha akarjuk. Igazából akár mehetne is a lesi ölés. Na, ezt elszúrtam. Next gen követőben van-e ray tracing? Sűrke, mi az izé? Kék HP-t kaptunk. Van-e bennük sugárkövetés? Legyen? Na, elszúrtam, srácok. Ó, nagyon sok mindent bukkunk.
Tempest Gauntlet, 4-es sebzés. 11-es fegyver. Ki kell próbálni. Ti ebben az esetben rámennétek egy boss fightra, vagy megölnétek a lesit? Melyik az, ami megérős szerintetek? Olcsóbb curse. Az meg még mindig újra tölt. Fákok. Vagy lehet amúgy mindkettőt is meg tudjuk csinálni. Jézusom, hát erről nem volt szó. Ó, le lehet így fagyasztani. Wow, milyen kis fürge volt. Milyen kis fürge volt. Kavics. Na nézzük. Meg tudjuk-e ölni még a lesit? Milyen nehézségi fokozaton nyomom? Hardon. Jedi, köszi szépen az újabb ajándékot, méghozzá cukorfajzat számára. Köszi szépen neki így az egy hónapot. Wow! Na erre kíváncsi vagyok. Boss-t is öletünk, meg még lesit is. Köszi szépen a támogatásaitokat, skacok. Fagyasztás, majd be kell nyomni. Jézusom! Azt se látom, hogy mi történik a képernyőn.
Jó. Ott is van! Ott is van! Srácok, köszi szépen a mai második hype-vonatot. Köszi szépen a támogatásaitokat, srácok, ismét. Fú. Na hát legyőztük a lesit, illetve legyőztük az alapbosst is. Tök jó. ...140 csontot közben összeszedtünk. Ez kemény menet volt. Na! Éheznek, éheznek a jó népek. Várjunk, Huszár is elérte az időskort. Na, hát akkor gyorsan befogjuk farkasgöt. Hova kell írni, hogy jegy? A E-Hunter botnak kell privát üzenetbe írni. Na, várjunk, Huszár, a halálod előtt még megtaláltuk a tesódat. Várjunk, Huszár, így level 9-es szerintem. Így van, level 9-es Valium Huszár. A normál. Mi volt az? Quest complete. Dreklász, egy kis inspiráció. Szia Viridiana. Dreklász, egy kis simogatás. Amúgy simogatást nem fogunk csinálni többet. Túl sok időt vesz igénybe. Janice, tinci-tánci. Na és Janice, ötös a szinted, egy kis múzolás. Nem értem hülyességet? Hát... hát ennél a nevezésnél most így nem kell több, nem lehet több jegyet venni, szóval... tehát hogy a... Suttogás az annyiba kimerülhet most, hogy felkiáltja el jegy, de utána nem kell semmit se írni. Mert most csak egy jegyet lehet venni. De amúgy, hogyha ott le van írva, hogy hogyan kell suttogni, akkor azzal mindenféleképp segítettél. Na. Na, tök király. Phoenix-el is fejlődtünk. Mindjárt bekerülési lehetőségek lesznek, srácok. Csinálnunk kell egy új sírt. Így van. Refinery 2. Farm Station 2. Fertilizer siló. Wow. Harvest Totem. Wow. Na ez mondjuk elég király, ez a Harvest Totem. Sima jegy is bele van írva? Na, zsír, akkor jó. Az megvan, srácok, hogy az utolsó szint jön. Nagyon kenjük neki. Újabb doktrina kell nekünk. Na és a Work and Worship. Na, van egy olyan rituáli, ami azt csinálja, hogy 3 napon keresztül fáradás nélkül dolgoznak. Illetve lehet kijelölni egy napot egy olyan rituáléval, a Szent Nap rituálé, ami azt csinálja, hogy pihetnek egész nap a követők, és akkor nem dolgoznak, de adnak 80 hitet. Ez nem tetszik. Ez nem tetszik.
ez nem, tehát hogy mi az, hogy pihennek. Ilyen nappal meló. Szia, Meldulf, jó utat, köszi, hogy itt voltál. A botnak írt, hát srácok, most írhatjátok, hogy felkiáltó jeljegy, mert hogy így nincsen nevezési lehetőség, csak mondtam, hogy hamarosan lesz. Éjjel-nappal meló, az hitet ront, lehet aszkendálni 37-ér feláldozás. Hát... Na, de most elérhetőek a szekták, én ennek örülök se. Mármint a rituálék. Majd egy ilyen izét akarok. Egy ilyen horgászósat. A 9-est áldozzuk fel. Azt mondjátok. Amúgy nem hülyesség. Nem hülyesség. Mindenki kap lojalitást, ha aszkendálást nyomunk. Jó, még lehet azt mondani, hogy nem. 50%. 55 éves Valium huszár 33 nap alatt. Várjam, huszár. Nézd. Most felemelkedsz, várjam, huszár. Nézd, ez egy jobb hely. Eddig tart. Eddig tartott. Na. Hát, izé. A dolgok. Szia, ja, jó. Gyakorlatilag mindenki is szintet lépett most. Mondtam én, hogy mindenki szintet lép itt. Salambakka, jó. Refinery-nél nem dolgozik senki ez. Nem szép dolog. Igen, belepasszíroztuk a plafonba. Ezt jól láttad. Kell nekünk Harvester totem. Biztos ilyet akarunk? A Harvest Totem gyorsítja. Hát ilyen kéne, igen, igen. Mindegyik alá teszünk egy kis kakit. Szia Marian, szia Gellért! Na, Hydra bosszal is fejlődtünk. Aha, és őt már meg is inspiráltuk, akkor jó. Fall Guys, Epic Game lesz. Ezt hogy érted? Cukorfajzat. Kéne házikó a népnek? Ja, a zöld hal az rossz. Ja, csináljuk a kaját, srácok.
Na basszus. Mit szeretnél, Phoenix? Vicces lenne, hogyha megviccelnénk rombolót. Aha, és azt szeretné, Phoenix, hogyha kakit adnánk rombolónak. Miért is ne? Igazából csinálhatunk. Tehát, hogy mehet a prank. Mehet a prank. Jó. Jó. Na, tehát akkor kaki kaja kell. Srácok, én így most nem látom, ott van. Kaki kaja. Na és meg kell keresnünk rombolót. Szia, Bambi. Reckless, Janice. Goldhand. Srácok, hol lehet? Ott van romboló. Romboló. Parancsolom, hogy menj el és egyél. What? Azt mondja, hogy nincs. Most valaki megette a kaki kaját komolyan? Ja, hogy nem csináltunk. Na tessék. Streamer Fall Guys lesz cukorfajzat, és én nekem benne van a menetrendben, szóval, hogy nem felejtettem el. Megette a kakit, úgyhogy Phoenix most boldog. Ez ilyen... kollégás huncutság, mert hogy Phoenix gyorsan elfoglalta a helyét. Szia, Zakika. Na. Látszom, hogy... beteg is lett tőle? Szegény romboló. Na gyere. Gyere. Nem tudom, hogy mennyi cuccunk van. Ott van, 57. Tehát, hogy majd gyorsan ki is gyógyítjuk. Na gyere, romboló. Na tessék. Na, Hydra boss is megette, srácok. De miért teszi meg? Lehet tudni. Neki is bedugjuk a szájába. Attól, hogy valami ott van a földön, még nem kell azonnal megenni. Tartottunk imát. És mondtam, hogy jönnek új arcok. Srácok, aki szeretne bekerülni a szektába, felkiáltó jel, jegy, privát üzenet a E-Hunter botra. Privát üzenetet kell írni a E-Hunter botra, még van fél percetek. A sátán mondta, hogy egyél kakát. Ja, Bambi, ez nagyon király game. Egy jegyet vesztek, és bekerülhettek, tehát két esélyetek van bekerülni. Na nézzük, ki lesz az első szerencsés, aki egyébként beteges, tehát lassabban gyógyul, nehezebb szintezni és nehezebben csinál devotion, de legalább normálisan dolgozik. Na nézzük, srácok. Ki az első szerencsés? Szemáz! Szemáz, illetve az is, aki még bekerül a szektába, most nézze meg, hogy mi lehet.
űzike, malac, kutyus, cicus, róka, vörös panda, halacska, unikorn és patkány, armadilló, méhecske, hangyász, teki, majom, narvál, ktúlú, boci, csacsi, szarvas, süni, nyuszi, lilapók, barnapók, pirospók, zöldpók, zsiráf, bölény, béka, hát ilyen zöld izé, bokros, akármi, róka, hát ez nem tudom mi, ez hörcsög, gondolom én, ez meg piros izé. Szóval szarvas szeretne lenni, Szemánsz. És milyen színű szarvas szeretné lenni? Oszlopsor. Na, srácok, aki nem került be, még van esélye. Ozbest MCB. Na, de mi szeretnél lenni, Ozbest? Nem is tudom, melyik streamben hallottam, de azt mondták a chatten, hogy hosszabb távon érdemes a negatív tréteseket feláldozni. Ja, persze. Persze. Negyedik oszlop, hatodik sor. Akkor valószínűleg fordítva mondtad. Tehát akkor valószínűleg negyedik sor, 1, 2, 3, 4 és hatodik, tehát utolsó. Capybara? Ja, bocsánat. Na, Szemánsz. Te neked követ kell bányásznod. Akkor te jó leszel zöld bokornak, Azbest? Na nézzük, Azbest micsoda. Lassan dolgozik. De... hogyha recruitolunk, akkor 10 fejtet kapunk. Tehát zöld bokor. Na ez nem az. Zöld bokor. Határozottan zöld, oké. Okay. Ez rossz gomb volt, srácok. Tehát zöld bokor. Jó. Na, Azbest, hát mit kéne csinálnod? Építkezés. Építkezés, az mehet. Na, Szemánsz, egy kis inspirációs Szemánsznak. Ja, kellenek kecók. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, aha. Akkor még egyet érdemes lenne csinálni. És hogyha az megvan, akkor egy fejlesztést is kell eszközölni. Az igen, hányan jönnek építeni. Jó, mehet még egy. Na jó, srácok, ez nagyon szuper, hogy ugye elmentek aludni, de van, akinek nincs helye aludni. Tehát, hogy VTF? Mit csinálna? Szia, Jedi, köszi, hogy itt voltál, és köszi még egyszer a támogatásaid. Csalom, még valaki mocorog. Na, tök jó. Hogy nyomják ott a pihit?
Neked van helyed, Szemelsz, bizony. Most már mindenkinek van helye, szerencsére. Nagyon jó. Nem, én nem ültetek. Jó sok bigyóbogyónk van. Ó, basszus, Hydra boss elérte az öregkort. Na gyere, Janice! Cup-cup, Janice-szel, cup-cup. Na, Janice, és még egy kis inspirációt is kapsz. Kalamanayama! Na, mit szeretnél? Mit szeretnél, Phoenix? Neki ez annyira tetszett, hogy megetettem kakával rombolót, hogy szeretné még egyszer. Jó van. Hát, csináljuk. Tehát, hogy miért is nem? Lehet mondani, hogy LOL meg XD. Na, bogyós gyümölcstől instant kaka van. Csinálunk ilyet. Csóri romboló? Hát megy itt a szivatás. Na gyere, Hydra boss! De ide ne hányjatok. Nagyon jó. Na gyere, Zsolt. Téged is meginspirálunk. Mennyit hosszít a nyaklánc? Jó kérdés. Arra kíváncsi lennék én is, hogyha valaki rendelkezik ilyen számokkal. Szia, vadparaszt! Jó, Janice már volt. Zsolt is megvolt. Szemáz, ő még nem volt. Szia, Migiri. Igen, most már harmadik alkalommal pereg. Kakatál. Na gyere, romboló. Előtte egy kis inspirálást kapsz a kaka evéshez. Nyomod. 50%, az elég, király. Na. Hopp. Jaj. Megette, de nem lett rosszul. Nem lett rosszul. Refinerynek annak folyamatosan menni kéne. Na, Phoenix, vicces volt, Phoenix. 16 kötél 26 óra hosszú. Ah, köszi. Vadparaszt, köszi szépen a fél éves támogatásodat. Üdv újra ütköztünk, és gratula az újabb badge-edhez. Srácok, peregjenek a szvegek. Peregjenek a szvegek vadparasznak. Na, Trapes Scarecrow. Farmer Station. A farmerek most már ne tudják szüretelni a cuccost, és beledepozitolják a chestbe. Na jó, ez kell.
Hát én ártatlan vagyok, Bambi, én abszolút ártatlan vagyok. Én nem csinálok semmi gonoszságot, csúfságot. Aha, lehet ezeket fejleszteni, de zsír. Farmer Station. Úgyhogy srácok, peregenek a szvegek. Peregenek vadparasztnak. Kell csinálni majd egy újabb kakáldát. Janice az egyik azoknak, akik folyamatosan imádnak engem. Ezt már szeretem. Felújították itt a sírokat. Tök jó. Edem, Gyegyus, Majó, Ghostface, Szatyika, Willy. Na, egy doktrinát. Kérünk egy újabb doktrinát. Na. Possession. Azt mondja, hogy materialisztikus trait. Fate-et kapunk, hogyha... Tehát, hogyha egy jobb... Tehát, hogyha egy jobb ágyikóba alszanak. Értem. Na! Van itt ilyen is, hogy hamis bálvány. Tehát, hogyha teszünk le dekort, akkor kapnak fate-et. Tehát ez akkor jön, hogyha jobbá teszünk egy hálókörletet, ez meg akkor, hogyha dekort csinálunk. Legyen a hálókörlet. Mindkettő olyan haszontalanak tűnik per pill. Na, én most elmennék amúgy egyet horgászni. Várjatok, népem, várjatok. Egy jó horgászás mehetne. Kell csinálni a pénzt. Benne vagytok? Teszünk be nekik még ide ilyet. Valószínűleg kéne még refinery. Jó, romboló jól van. Dráklász éppen WC-re menne, de elkaptuk. Azbest. Azbestnek mehet egy kis inspiráció. Reméljük, hogy nem hal meg senki, Phoenix. Ezt begyűjtjük. Még elmész ebédre, megengedett, hogy rombol egy ilyen kakát, nagyon rendes tőlem. Ja, neki kristály kell most. Tőle megvenni lehet halakat. Jó kis csillás horgászás. Amíg horgászunk, addig ne sorsolja ki játékokat. Lehetne egy kis nyereményjáték, nem? Úgyis most vannak kulcsok.
Jól van, migiri, migiri. Have fun! Pillanacskacok. Na hát így elsőnek arra gondoltam, hogy lehetne egy... Egy... Mafia Definitive Edition. Erre gondoltam elsőre. Ezt lehet most nyerni. Amíg nyomjuk a horgászást. Ez egy Steam-es kulcs. Szevasz, Kobak, üdv mindenkinek, srácok, sziasztok. A zöld hal nem jó, a kék hal jó, meg minden nagyobb hal is jó. Én már nem is emlékszem. Én már erre nem is emlékszem seki, hogy mi volt a mézg a családban. Csak annyi rémlik, hogy van köbüki, meg valami ablakkinyitás. Ennyi rémlik. Srácok, még 8 és fél percetek van nevezni a Mafia Definitive Edition-jére, ami egy Steam-es kulcsot. Amivel egy Steam-es kulcs jár. Ha nem tudjátok, hogy hogy kell nevezni, miután megnézzétek a linket, nyugodtan kérdezzetek, hogyha valami nem vili. Bekapták. Kis hal volt, aki bekapta. A legnagyobb kapta be. Nálad minden világos, Vili? Hopp, ezt, na mindegy, így is jó. Peregnek a felkiáltált trófeák, parancsok, suttog özenbe a botnak, ahogy látom, meg a jegyparancsok is. Nálad is minden világos, Eximber. A redőny itt is fel van húzva, szépen süt a nap. A 36. nap, jajjaj! Hú, esebet nagyon élvezem, és mond. Na, mindjárt olvasom, kis András, amit írtál. Most pakoltok még az előző tulaj cuccait így lakásvásárlás után egy évvel. És találtam eredeti kod és kod 2 Deluxe Edition játékot. Wow! Mennyire menő már, basszus. Azt hittem, hogy ilyen történtek csak Amerikában vannak. Bementem a Walmartba, azt találtam bontatlan Diablo 2-t kiegekkel. Vagy mi az, kieggel. Ez olyan szürreálisnak tűnik ide az a basszus. Barbie! Köszi szépen az 5 hónapnyi támogatásodat, mint feliratkozott vadász. Mi újság? Vége már a kapcsolódásnak, a nyaralásinak? Szia, szia, üdv mindenkinek, srácok! Na
Meglepő mód a játék nyerésnél jobban izgat, hogy lehessek kultista. Ezt elhiszem, srácok. Szia, Miki, Mizu. Mizu, Miki. Szegény halász csávó nem fog mellettünk sem, hát mert elhalászunk tőle mindent. Mi vagyunk a jobban. Az enyémre jobban ráharapnak. Van ez így. Na. Jöttél nyerni? Na, hajrá, Miki. Spórás izé. Ó, megvannak a gombák. Azt mondta, hogy megtesz nekünk bármit. De nem elég. Még többet kell neki hozni. És akkor megmutatja, hogy hogyan lehet agymosni a követőket. Nagyon jó. Egy kis agymosás. Ez már tetszik, srácok. Egy kis agymosás mehet majd. Rombolónak egy kis inspiráció. Nem, örülni kell az agymosásnak, Szemánsz. Azt kell mondani, jó kis agymosás. Az Bestnek nagyon jó ez a bokorfej. Na gyere, Janice. Ölelés, csók. Kíváncsi vagyok, hogy hanyas szintig lehet felvinni Janice-t. Na. Igen, ezt majd pimpelni kell. Ó, jó, srácok. Kiürítettük a WC-t. Hidrabosz, még te is kapsz egy kis inspirációt. Érdemes megvenni a játékot? Hát, mivel játszok vele és élvezem, így nem tudom azt mondani, hogy nem. Szóval persze. Na, na. Marian. Mindig megéri. No joke. Na! Jön Phoenix, mit akar? Figyelj, Főni. Tegyük már be a börtönbe a rombolót, teljesen meg lenne rémülve, de olyan vicces lenne. Mehetsz. Na, figyelj, romboló. Figyelj, az a helyzet, hogy meg kell, hogy börtönözzelek. Jó, most már reedukáció. Jó, elengedhetjük most már. Ennyi volt. Na, tetszik. Annyira össze volt zavarodva és rémült volt, de annyira vicces volt egyben ez a dolog. Jó. Készül a következő prankel nektek, Phoenix, srácok. Jön majd a következő prank.
Édes Istenem, srácok. Nagy troll ez a Phoenix, mi? Hogy állunk amúgy a nyereményjátékkal? Még fél percetek van nevezni, hogyha szeretnétek már megnyerni a Mafia Definitive Edition-t. Na, lehet Merciless fegyverünk, a Merciless fegyver pedig nagy esélye, mint hogy van esélye kritelni, hogyha az ellenségre támadunk. Aha. Ez pedig azt csinálja, hogy három új körz jelenhet meg. Három új körz szeretnék. Kész. És egy achievementet. Srácok, kaptunk egy achievementet. Valószínűleg elérhető most már az összes körz a játékban. Nincs be holnapra, mi a terv? Rendezünk. Rendezünk. Na. 1, 2, 3, 4. Na, még 4 doktrinát kéne lefektetni. Possession jöhet. Na, az első egy olyan rituálé, ami azt mondja, hogy a lojalitást kapunk, hogyha fizetek, illetve kapunk pénzt is. Tehát, hogy alamizsna a szegényeknek. A másik pedig egy olyan rituálé, hogy engem tudnak meggazdagítani a követők. Srácok, van pénz. Tehát, hogy ez egy pénzes szekta. Én nem fogok meggazdagító szertartásokat tartani magamnak. Ez nem kell, mert hogy én már alapból gazdag vagyok. Tehát, hogy nem tudunk egyszerűen szegények lenni. Tehát alamizsna a szegényeknek. Tehát, hogy nem kell. Mindenki naponta fizet adót, de nekem nem kell. Nem kell, hogy adót fizessek. Itt jó világ van. Jó világ van. Mehet is, nyomatunk is egy ilyet. Tessék. Tessék. Ja, 10 fejtet kaptok? Akkor nem kell. Azt hittem, hogy valami más is lesz. Hát akkor jók vagyunk így, nem srácok? Mondjuk, mi lenne, hogyha ilyen nappal dolgoznátok 3 napig? Az azért mehet, nem? Na. Na. Tessék. Na. És akkor kaptok még egy rituálét. Most visszaállítjuk egy kicsit a hiteteket, mert alamizsnát is fizetünk. Na tessék. Ez több mint 25. Ez sokkal több mint 25. Ez fejenként volt 25? Mi? Ja, hogy lojalitást is növelünk? Srácok, nem olvastuk el, úgy néz ki. Hát ez elég fullos. Ez elég fullos. Hát ez elég fullos. Veled hogy állunk, farkasgöl? Jó, nyomod. Romboló, te is nyomod. Szóval túlóra és fizetésemelés. Így van, így van. Szevasz, Vétes, üdvözlő srácok. Hát ez elég jó biznisz volt, már nem azért srácok. Csak meg ne halljon Phoenix amúgy. Igazi multis cég, fizetünk csak dolgozz többet. Megtehetjük srácok. Nagyon jól dolgoztok. Hoppá, megzavartuk őket. Gold Handet megzavartuk. Na Janice. Ja, veled már volt akció. Dreklász. Veled is már volt akció, jól van. Hydra Boss-t inspirált? Inspiráltuk már, jól van. Na, srácok. Az utolsó szint. Az utolsó szintje lesz a templomnak és a shrine-nak.
Na figyeljétek, fejlődni fog a szobor. Kőszobor, megemelve. És most már aranyszobor, megemelve. Mármint, hogy kőszobor arany körítéssel. Na, megyünk horgászni vissza. De akkor feltámasztasz, mert ilyen jó főni vagy. Hát még ilyen feltámasztást nem csináltunk, de majd akarunk. Na nézzük, hogy ki nyerte a maffiát. Jaj. Tadeusz, te nyerted a maffiát, kérdőjel. Jaja, köszi Szadomazsi. Szadomazsinak még mindig olyan jó neve van. Itt van Tadeusz, tehát akkor G a G-hez, hamarosan küldöm a kódot. Végre nyertél valamit? GG. Pillanat, srácok. Azt mondja, hogy rányomunk Tadeuszra. Megnyomkodjuk egy kicsit. Tadeusz, nagyon jó. Meg van nyomkodva. És akkor elküldjük a kódot. Úgy! És már is mondom nektek, hogy mi az, amit lehet nyerni mindjárt. Csak vaksi vagyok. Na. Walking Dead. The Walking Dead. Ez a teltéles? Ez valószínűleg a teltéles Walking Dead lesz, nem? Igen, igen. Azt a nevet viseli a játék, hogy The Walking Dead. Mert, srácok. Elvileg amúgy elment a kód. Tadeusz. Szerintem az egy genetikailag módosított repülő szerencsemalac. Úgy néz ki, ideje készülődöm a fordrászhoz, hogy nyerjek. Legutóbb is akkor nyertél, nem maga. Szóval, srácok, most teltél Walking Dead játékok lesznek sorsolva, és most az első rész az, amit meg lehet nyerni. Ha jól emlékszem, már mindegyik Walking Dead, teltéles Walking Dead játék magyarítva van, tehát, hogy meg lehet oldani a magyarítását. Valakit ez érdekel. Hát, Ulersz, hogyha bundle-be vásárolsz valamit Steamen, akkor a bundle az neked olcsóbb lesz. És így, ha már megvan valami neked a bundle-ből, akkor a bundle az neked olcsóbb lesz. Szóval szerintem neked nem lesz akkora kedvezmény, mint azoknak, akiknek nincs meg. Ha viszont egy bundle-t vásárolsz valami third party oldalon, akkor nem tudom, hogy mi a helyzet. Harry Kukler. Azt én még nem is olvastam a Harry Kuklert. Szadomazsi. És úgy vettem bundle-t, hogy már félig megvolt, mert megértem még jobban, mintha magába veszem a hiányzókat, aha. Igen, vannak olyan bundle-ok, amiket csak egybe lehet megvenni, és már hogyha megvan belőle valami, akkor nem engedi. Nem sokszor vásároltam bundle-öket, az a helyzet. Üdv mindenkinek, srácok. Ahó, ahó. Mindjárt megyünk amúgy dungeon-ezni.
Ez majd egy bosszölős dungeon lesz egyébként, amire megyünk, amire majd beszaladunk. Hamarosan. Ott van amúgy a halászembernél egy hal, de nem harap rá, látjátok? Amilyen vicces könyv volt és olvastam, ami nem ilyen Verne Gyulás volt, vagy bármiféle ilyen fantasy könyv, az a Biff volt. A Biffet azt vágja közületek valaki? Lehet, hogy ő csak hobbi horgász? Ja, ő csak beledobta a csaliát, hogy nekünk segítsen. Aha, igen, igen, szemez. A Biff az nekem nagyon-nagyon tetszett, még olyan tizenpár éve. Na meg, most már csak megvan mindenki. Nem, még jött egy. Na gyere. Na. Hogy állunk a nyereményjátékkal? Valaki meghalt szerintem. Na hát a Walking Dead-es nyereményjátékra, ahogy látom, senki nem nevezett. A teltéles Walking Dead játékra. Ja nem, éhezés van, most látom. Most halál történt, vagy éhezés? Mindjárt kiderül. Úristen, nagyon fura hangok vannak. Azonnali hányás. Na, ez tetszik, mert... Ham-gyam-gyam-gyam! Ezt át kell itt alakítanunk gyorsan. Így. És fel kell fejlesztenünk a farmunkat 2-es szintűre. Nem volt senki se kakálni. Érdekes. Na, most, hogy mondtam, hogy nem nevezett senki, már is öten neveztek, hoppácska. Ezt ingyen odaadja a Steam az első Walking Dead játékot? Hát nem tudom, Slayer, lehet, hogy egyszer ingyen adták, de nem ingyenes, tudtam már. Milyen nyereményjáték van? The Walking Dead Telltale game-et lehet szerintem megnyerni. Valaki megnézni, hogy hogy hívják a teltéles Walking Dead játékot? Valószínűleg úgy, hogy Walking Dead. Már nem, de odaadták régebben. Ja. Hát, ha valaki ezt nézi, ugye? Na! Phoenix egy újabb prankkel állt elő. Ja, nem. Ez nem prank. Phoenix, csalódtam benned. Beteg szektásokat akar hozzánk. Walking Dead, zárójel The Walking Dead. Akkor ez az. Azaz. Mármint, hogy mindjárt megnézem, hogy szemez mit linkelt. Hogyha ez teltéles, akkor az az. Teltél game. Aha, ez az. Ez az.
Nem szereted a Telltale gémeket, Sina? The Walking Dead Telltale Definitive Series. Azt nem vágom. Srácok, még másfél percetek van nevezni. Golden Hand, őt is inspiráljuk. Dracklast is. Janice most csak egy ölelést kap. Így van, de csak azért, mert kicsi kellett neki az, hogy a következő szintre lépjen. Na, Janice. Janice már 7-es, csak mondom amúgy. Vagy lehet nevezni? Felkiáltva el, hogyan nevez egyben ez a parancs, és akkor meg tudod nézni, hogy hogyan kell nevezni. Elementor. Mindjárt válaszolni fog a bockot. Túl sok üzenetet kapok. Nem. Jól írtad be szerintem. Jól írtad be a parancsot. Hogyan nevez kettőzével? Jól írtad be. Na, ez a Farmer Station 2 ugye azért kellett, mert be tudják gyűjteni a termést most már a követők. Jó. Na most már beírhatod, Scott. Na, Mr. Zsolt, inspirálva. Phoenix, inspirálva. Hidravosz még mindig él. És már ez automatikusan záródik le. De beírhatod még, hogyha gondolod. Valakinek segít a jövőben. Janice. És múzolás. Jó, és akkor inspirálás. Gold Hand. Nagyon jó, szintet is lép. Kés állattal is nyomjuk. Hidrabossz ugye, ő már volt. Elképesztően sokat generálnak a srácok. Na. Azt mondja, hogy lehetne újabb kakádát csinálni. Nagyobb kakacitásút lehet csinálni. Értitek? Igen. Újabb tabernákulum. Tabernákulum 2.0. Refinery 2. Ez mit jelent vajon? Refinery, igen. Ez pedig... Gondolom többet lehet csinálni. Csontos dekorációk. Trappes Scarecrow. A Diva Ocean Harvest Totem Diva Ocean generál. Gyorsabb? Ó, köszi, Bubba. Na nézzük. Harvest Totem. Aranybárok kellenek. De van macska a játékban. Scott.
Kell csinálnunk egy sírt is. Páran ide hánycak. Így csinálunk nekik ilyen a halas kaját, amitől hánynak. Pucsi, 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 pucsi. Na mindjárt megnézzük, srácok, hogy ki nyeri a Telltale game-et. Na nézzük. Sineses helyet nem megérősebb csak megenni minden öreget? Aj, az olyan barbár dolog maga, az olyan barbár dolog. Scott, na, hát gratula, te nyerted a Telltale game-et. Melyik kalandozós terület van, mennyit van neked? Hát én a másodiknál járok, második területnél, és a második területen belül is most jön majd a boss. Megint működött a lópackó? Ennyi. Na, a következő, amit lehet nyerni, ez a... Ez micsoda? Ez külön játék vajon? Vagy DLC? Pillanat, meg kell néznem. Scott. Hát annyira kedves és rendes vagyok, hogy még megkapod a Walking Dead 400 napok című DLC-jét is. Mert most így nem sorsolok ki külön egy DLC-t, érted? Úgyhogy ez is a tiéd. Have fun! Jól emlékeztem. Pillanat, srácok, mindjárt megyünk tovább. Na, van egy olyan játékunk, hogy The Walking Dead Season 2. Így van. The Walking Dead Season 2, ezt lehet most majd megnyerni. De előtte szektába bekerülések, jó? Először szektába bekerülések lesznek. Valaki bevásárolt a Humble Bundle-on? Bebem. Srácok, felkiáltál jegy, parancsot kell írni a botra, amikor a bot írja, hogy lehet. Látom, már ezerre spammelitek a felkiáltó eljegy parancsot, de még nem is lehet nevezni. Most! Rügy! Ez egy nevezés, kettő esély kombinációja. Oda okáztak. Jenny, szemmel tartalak, hogy Goldhander itt spanolsz. Na, az első beteges szektatag, ő nem hallgat azokra, akik lázadoznak. Ezt már szeretem. Még... Szia, Fori! Én akkor nevezek, a Fortit lehet nyerni. Marian még a lezárás után is bekerült. Na, a csókos! Owen, te vagy az első, aki most bekerültél ebben a körben. Kérlek, válasz, mi szeretnél lenni. Nagyon sok lehetőség van. Őzike, malac, kutyus, cicus, róka, vörös panda,
hal, unicorn is, ja, panda. Ez gyorsan eldölt, Owen. És milyen panda szeretnél lenni? Válasz szint, mondja sort és oszlopot. Közben a következő nyertes. Sina, kucsiha, Sina, a nyertes a következő. Mi szeretnél lenni, Sina és GG természetesen. Negyedik sor, harmadik. Gondolom ezt mondtad, ugye? Vagy erre gondoltál, Owen? Sina rózsaszín kis béka szeretne lenni, okés. Na. Na, srácok. Owen. Téged kikúrálunk gyorsan. Ott már kaptad is a szádba a hőmérőt, nagyon jó. Az a helyzet, Sinát még nem tudjuk kikúrálni. Tehát Sinának nem adunk hőmérőt a szájába, őt csak elküldjük pihenni. Meg lehet hőmérőzve, bizony. Pont mint az Oxygen Not Included-ben. Na, Sina. Jól értük. Tehát azt mondta Sina, hogy ő szeretne kis béka lenni, aki rózsaszín. És melyik kis béka szeretnél lenni? Én most a szájába kapta a hőmérőt? Az előzőnek máshova dugtad? Na-na! Honor, nem. Mindegy, a második, tessék. Na, Sina imádja, hogyha lebetegszik. Tehát akkor rögtön imád engem, hogyha lebetegszik, és könnyebben fejlődik. Na, ezt már szeretem. Tehát Sinának kakát fogunk adni. Na. Nem is tudom, Phoenix amúgy mit akart. Valamit akart, de már elfelejtettem. Ja, hogy befogadtuk a betegeket, a beteg szektársokat. Na, és Sina, mivel betegen jött ide, hát Sina már is generálja nekünk a hitet. Na, Sina, menjél aludni. Sina, figyelj, mert te... ezt nem gondoltuk át. Hát, Sinának nincs ágya. Egy betűbület ér el, de nem. Nem nincsen agya, nincs ágya. Nyomod. Trofeát hogyan szereztek? Felkiáltva el trofea, ezt írjátok be, és akkor megláthatjátok. Na, várjatok. Na, és akkor ezt odaadjuk Sinának. Úgy is van. Na. GG egyébként, srácok. A bejutáshoz. Nyereményjáték, játék, tehát Steam-es kulcsot lehet nyerni. 10 percen keresztül. Hajrá. The Walking Dead Season 2. Most így mi van? Oda kell cipelnem Sinát? Ja nem. Nem tudom, elvesztettük Sinát. Nem látom, hogy hol van. A felkiáltott trofeák parancs ékezetek nélkül, az így nem jött át nektek, hogy ékezetek nélkül kell beírni. Látom, nagyon próbálkoztok ékezettel, de nincs ékezet.
egyik parancsban sincs ékezett, srácok. Vannak újabb parancsok, amiknél megcsináltam, hogy legyen ékezet is, de alapvetően minden parancsot ékezet nélkül írjatok be. Jaj. Nem, ez direkt van ékezet nélkül csinálva, mert akinek nincs a billentyűzén ékezet, vagy mit tudom én, micsoda az, hogy írjon be egy ékezetes parancsot. Sacral Architecture Trait. Amikor egy új épület felépül, mindenki kap 5 hitet. Mert hogy kapunk 5 hitet, érte? Szóval új épület, 5 hit. A másik pedig a Devotee. Amikor tartunk egy misét, több fate-et kapunk. Hát egyértelműen a mise tartás. Teljesen megbolondol. Miért? Miért bolondol meg? Ketten neveztek eddig a nyeremény játékra, srácok. Na. Oké. Okay. Segítünk itt locsolni közben. Nagyon le vannak terhelve a farmerek. Ojjaj! Ojjaj! Intézem. Na. Ne hányjátok már le. Hidra boss-t. Értitek? Meghal, azt lehányják. Na de srácok! Mi a játék lényege? Szektát kell menedzselned. Ennyi. Ez a játék lényege. Igen, cuki és beteg egyszer a játék, jaja. Véget ért a 3 éjszaka, 3 nappal melózás. Aha, na azért Sina szájában is ott valami ott van, srácok. Na, mi a helyzet, Phoenix? Mit szeretnél? Na, jön a következő prank. Öljük meg rombolót, ez nagyon vicces lenne. Jó, nem az én kezemen fog száradni a vér, srácok. Legyen romboló sorsa. Halál, élet, 1 perc. Igen, eddig is rombolót szivatták nálam. Ja. Mit szeretnétek, srácok? Halál vagy élet? Az engem nem érdekel, hogy fétet vesztünk, mert nem érted, hogy... Semmi gond. Szia, Peppa! Ez milyen quest? Hát ilyen prank. Ezek ilyen prankek.
Öljük meg a halat. Na de Phoenix nem halat meg. Ja, hát a hit az senkit nem érdekel, majd visszahozzuk, srácok. Lassan lejár a szavazás, srácok. Amúgy a nyereményjátékkal hogy állunk? Még 4 percig lehet nevezni a The Walking Dead Season 2 teltér játékra. Hajrá, hajrá. Halászlé. Jó, de nem azt öljük meg, aki a képernyőn van, hanem egy fehér majmot. Megkíméritek? Jól van, srácok. 52%, tehát 46 ember szavazott arra, hogy élet, és 43 arra, hogy halál. Jó. Szegény Phoenix. Most szomorú. Látod, rombolom. Megkíméltek a skacok. Bezzek seki, ugye? Cserébe tegyük börtönbe? Mármint, hogy Phoenixet? Menjen a humorista börtönbe! Draklász, te is inspirálódhatsz. Na, Janice, egy ölelés. Cop. Janice miatt tartunk egy misét is. Pogácsa. Very big pogácsa. Tehát 2 átkom lehet egyszerre, ha jól értem. Ezt a következő csak össze kéne hozni. 1. Nekem szerencsés volt, mert amúgy is ki akartam nyírni a szivatottan, csak lejárt az ide és nem sikerült. Aztán meg adott egy olyan küldit, amivel kaptam 2 követőt, szóval megértenem, megalnom. Na, jöhet egy újabb doktrina. Már csak egy doktrina hiányzik ezen kívül. Bűnösnek születni. Azt mondja, hogy nem bukunk fétet, amikor berakunk egy követőt a börtönbe. Aha. Abszolúciós trét. Hát ez az abszolúció kell nekünk, mert hogyha nincs senki se bőri be, akkor kapunk fétet. Tehát, hogy láttatok nálunk bárkit is börtönbe azon kívül, hogy prankáltunk? Jó. Az afterlife-osok megvannak, a work and worship-esek is, a possession-ök is, a law and order-ből kell még nekünk egy. Tudjátok, hogy mit kéne? Egy rituálét. Kéne nyomni egy rituálét. Ezt akarom majd elnyomni. Túl jó főni vagyok? Hát igen, el vagytok kényeztetve. El vagytok kényeztetve. Janice akar valamit, srácok. Ajaj, mit csinálunk Janice mögött? Na. Jó étvágyat, Semens. Rapapa. Ha elmennél a kazamatánkba, akkor több lázadód lenne, nem hagyod magukra őket, így könnyű fenntartani a hitet. Hát muszáj. Muszáj. Nem lehet ezt csak úgy csinálni. Így hagyjuk őket. Csak úgy magukra. Na gyere, Sina. Oda néz. Jó, Jenny, na várjunk, Janice-szel megvolt a csók, de nem volt ölelés. Janice már level 8-as. De hány éves, ugye? Azt nem tudjuk. Janice 35.
Az igen, 35 és már 8-as. Ezt már szeretjük. Ezért a sok bullying miatt nem kaphat a karakter egy nyakláncot? De ha már így megkérdezted, na-na. Adunk, jó? Rombolunk. Na, amúgy is akarsz... Na, mit akarsz, rombolunk? Goldhandet szeretné, hogyha elküldenénk egy misszióra. Persze. Na. Egy gift. Na. Na, romboló, egy olyat kapsz, hogy sosem alszol most már többé. Nem. Olyat kapsz, hogy több resource-ot gyűjtesz be. Tessék. Szevasz, Géb! Mi újság? Köszi szépen a támogatásodat, köszi szépen a 9 hónapot, gratula az újabb badgethez, és köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Mi újság, Géb? Hogy megy a költözési? Itt minden frankó, köszi szépen a kérdésedet. Na, Phoenix, te nyerted a Walking Dead Season 2 Telltale játékot. Szóval itt minden szuper, szerencsére, Géb. A Healing B2 gyorsabban heal-el. A kakálda nagyobb tárhelyen rendelkezik. Stone Mind, ugye még gyorsabban tudunk, vagy többet tudunk. Ezeket ki kell, ezeket rakjuk. Vagy Missionárius 3. 3-at tudunk elküldeni. Hát amúgy jó lenne a Missionáriust is fejleszteni. Alapdekorok, azok is jöhetnének. Azt mondja, hogy Fertilizer, aha, igen, az jöhet. Úszik a lakás dobozokba? És a hétvégén költöztek. Na, az tök jó. A kulatórium a nagyobb kakádának a neve? Nem néztem még. Hogy is állunk? Ja igen, el kell küldeni Goldhandet a misszióra. Na, de hármas szintű, miért akarjuk elküldeni? Szerintem meg akarja ölni. Hát elmehet húsiért. Na gyere, hozzál húsit. Boldogság van? Megcsináltad? Úristen, nagyszerű vezető vagy. Ja, hát kéne menni harcolni, mindenféleképp. Hogy állunk? 2 ilyen... 3 ilyen. Ilyenkor mit kell csinálni, hogyha nyertél? Kártyaszám, PIN-kód, olyan biztonsági kód, meg lejárat és név. Azt így el kell küldened. Egyébként egy sótogó üzenetet fogsz mindjárt kapni tőlem, és Steam-en be kell aktiválnod a kódot. Na, hát gratula! Gratula! A következő játék a The Walking Dead Final Season. Ez is egy Telltale game. Amit most meg lehet nyerni, srácok. Hajrá! Kell csinálnunk kaját. Na nézzük a donéttel, hogy állunk. Karthal. Wow, lett karthalunk. A lobster jó sokat ér. Ja, és az egyszer felvett összeget el is végtelenre. Ja, hogy ez még a bankkártya.
Itt most már 358 Steam-es gamed van? Hoppácska. Instant hányás. Instant kaki. Lojalitás növelés. A zöld hal az jó, csak hús kell hozzá? Aha. Akkor úgy néz ki, hogy jó a zöld hal. Hogyan lehet szerezni, srácok, ilyen húsit? Instant kaki, hát akkor füvet csinálunk meg. Egyétek a füvet, nagyon jó. Melyik húsit azt a, hát, nem tudom. Nem tudom, mi a neve. Missziókról, a másik húsit pedig a pókok és a madarak elkapása. Aha, oké, és akkor kell majd olyat csinálnunk. Na jó, de most már megyünk, mert... Nem egy nyersanyag húsit akartam. Ide kell bemennünk, csak előtte szeretnék venni dolgokat. Tehát akarunk venni innen. Na. Tehát... Fire a projectile when you swing your weapon. Ez tetszik. Nappal sokkal többet damulunk. Jó. Jó. Körülbelül igazából mindkettőt meg lehetne venni. Jó. Itt meg lehetne nézni a többit. Dekor cuccok nem kellenek. Innen megvan minden. És ez kell nekünk. Mennyi idő van még a nyereményjáték lezárás előtt? 6,5 perc. Ezt nem is olvastuk el, hogy micsoda. Este 30%-kal többet damolunk. Ha enneminek rollolunk, akkor az fájni fog nekik. Csontos húsi, aha. Madár elkapás, pók elkapás. Aha, oké, és köszi szépen, srácok. Na és movement speedet is. Movement speedes kártyánk is lett. Na. Na nézzük, srácok. Hackett! Azt mondta nekünk Hackett, hogy ő nem jut ugyanarra a sorsra, mint a Lesi. Keressük meg a templomába, és akkor jól lemészárolnak majd. Hát ugye erre nem fog sor kerülni. Boss time bizony. Vampiric Dagger. Me? Strike of the Crown. Meg lehet szállni az enemit ezzel a koronával, azt mondja a játék. Ja, pont dagger. Ja. Nem baj. Nem baj, srácok. Még jó lehet. Hát, dob egy olyan szobát, ahol tudunk cserélni, igen. Na. Na, mit akarsz, Hackett? Az, akit ők szolgálnak, egy... az a szörny...
akit le kellett láncolniuk, nem lesz tehát hogy nem lesz kielégítve, vagy nem lesz elégedett, hogyha mind a négyüket megölöm. Lehet, hogy megöltük a lesit, de őt nem fogjuk. Sokkal idősebbek és erősebbek, mint a bátyjuk a lesi. Azt mond. Túl sok sebzés lett. Indokolatlanul begyújtva. Ó, de működött a kés. Feltöltötte AP-mat. Tök jó. Nem lesz elégedett, amíg meg nem öljük mind a négyüket. Ja. Akkor félreértelmeztem. Oké, megyünk tovább. Na nézzük csak. Hát sebezni sebez ez a megszállás. Érdekes. Ja, hogy idősebbek, mint a bátyjuk. Még van egy köpködő. Az egy újabb nap jött a játékba, azt nézem. És ugye senki nincs bebörtönözve, tehát plusz 10 fate. Ez mi a manó? Egy hígyó, Flinky. Hallgassátok a hangját. A kind gesture. Köszi szépen Tuki a 2,54 eurós csírt. Köszi szépen a kedves szavakat is. Köszi szépen a támogatásodat. Apropó nyereményjáték, még másfél percetek van nevezni a The Walking Dead Final Season-re. Szóval azt mondja, hogy Flinky ismer minket, mert hogy a barátja vagyunk Ratau-nak. A Ratau ő az első NPC, aki így segített nekünk. Fölismeri a koronát a fejünkön. És hogy mesélt neki rólunk Ratau. Meg fogja majd látogatni őt. Rataut persze. Köszi szépen, Tuki. Köszi. Hát ez szuper. És hát most azt a küldit kaptuk, hogy győzzük le Flinkit. Ratau egy olyan állat, akire egy vágyik a kígyó. Amúgy ez nem az a hús, ami nekünk kell. Na, jobb ládikókat spónol majd nekünk a játék. Na, ez a fegyver lengetés, projectile lövés, ez amúgy király, főleg egy boss fight-ba. Wow, ez tök király. Na nézzük, ki nyerte a Walking Dead The Final Season-t. Valami... C00 Lerz. Lerz, te nyertél. Ha itt vagy, persze. Movement speed nappal sokkal több dam. Mert a nappal sokkal több dam. Szia, farkas girl. Követő.
követő. GG Kulárc. Hacketnek áldoznák föl ezt a kis brekkáncsat. Megcsapkodtak. Megcsapkodtak még jobban. Ajaj! Még élsz, farkasga? Our modest fellowship expands. Praise the sun. Köszi szépen, Szemáz, az ajándékot, farkasga. Ne köszi szépen, hogy a 17. hónapját ezzel lehetővé tetted. Mint feliratkozó padás, srácok, peregjenek a szvegek. Hát erre megyünk. Az nem jó. Az ostobaság volt. Kéne használnom néha lövöldözést is. Kérdés lehet, hogy az már volt, akkor sorry, de a hard fokozaton több spawnol vagy nehezebben halnak és intelligensebbek az ellenfelek. Nem tudom, hogy a hard az így pontosan milyen nehezítés a játékban. Takarítunk itt mindent, srácok. Jó. A francba. Üdv mindenkinek, srácok. Mindjárt küldöm Kulárz a nyereményed. Hát ebbe szépen áll bele. Jézusom, még egyszer beleálltuk a lövésbe. Azt mondja, hogy kétszer több ilyen fervor dob majd az enemy. Ugye, amiből nyomjuk a varázslatot, amit ugye amúgy nem csinálok. Balra.
Igen, kaptunk egy fegyvert, ami nem upgrade, kaptunk egy másikat, ami szintén nem upgrade, csak annyi, hogy... Tehát, hogy idézni tudunk vele. De hát akkor inkább már a vámpírosat hagyjuk. Ezt a kakát meg kell néznünk, hogy milyen. Sok kaka. Nálatok esik az eső, Bambi? Nálunk még napsütés van itt Pesten. Nagyon jó ez a képesség, amit így lövünk. Nagyon tetszik. És most, hogy jó kak is lent a törfertőzésben, hal bele a boss, nem a sebekben. Jújjúj! Jézusom! Miért idézett egy ilyen elitet? Fú, de idegesítő vagy! Jó, nézzünk el fölfelé. És brekkentsek. Az, hogy 10 szekenként lövünk egyet a fegyverrel, iszonyatosan erős. Egy nyakláncot. Movement speed növelés a követőknek. Rókát horgolsz? Nice. Én is szerettem horgolni. Még kisgyerekkoromban. Na. Tűha. Mehet amúgy. 4,3-as sebzésű ax. Na ez való az én kezembe, srácok. Lassú, de erős! És most fogunk meghalni? Meg könnyen lehet amúgy. Nem tudom, merre kell menni most, akkor menjünk balra. Ez itt már a vég. Ez itt már boss fight.
akkor nem erre kell menni. Na. Nyomunk egy offeringet. Movement speed, az ellenség dobhat halat. Hát akkor movement speed. Itt pedig weapon damage. Weapon damage. Jaja, lőni kell, így van, Zolgár, jól mondod. Srácok, sietni kell, mert nappal több a damunk. Végre! Nem fogom elhagyni ezt a templomot, most már békére lelek végre, ugye? Ő a sárga koronás. Heket! Ajaj, túl sok a fésztankolás. Ott is van! Ott is van! Easy! Easy peasy! Easy! Srácok, inasba rakva. Nem volt a probléma konkrétan. Köszi szépen, srácok. Hú. Még egy lánc mínusz. Megöltük Heketet. És megkaptuk a trófáját, ezt majd ki kell állítani. A láva flooringot is kaptunk. Jó. Hát ez egyszerű és nagyszerű. Tök szuper, srácok. Na, Bishopot győztünk le, tehát 20% minden itemre húzva. Hínas barakva. Itt van a Van Who Waits. Élvezettel nézte, hogy elpusztítottuk Heketet. Ami kegyetlen harcunk az öreg, tehát a régi hit ellen melengeti az ő szívét. Ami nem ver mellesleg, ha jól értettem. De majd mindjárt kijavítanak a srácok. Gammalanna! Hogy örülnek, hoztam nekik egy szívet. Na, mindenki éhes, úgyhogy srácok, meg kell csinálni a kaját.
Azt mondja, hogy nagyon jó fűevők vagytok, úgyhogy csináljuk a füvet nektek. Ez a fűevőség, ez egyik legjobb kaja. Persze, hogyha így nem akarunk semmi pozitívat. Segítsek nekik szüretelni? Lehet amúgy kéne. Igen, szívesen látnak engem a követők. Jó, és akkor begyűjtünk még egy fejlesztést. Na, komposzt. A füvet át lehet alakítani kakává a komposzttal. A trappes scarecrow az viszont tetszik, hogy el lehet kapni a scarecrow, mármint hogy a crowkat, ugye? A trappessel. Ott egy brekkentyű. Hoppácska! Megjött Goldhand. Nem volt elég erős, és hát sajnos nem tudta megcsinálni. Hát ez elég szomorú. Ez elég szomorú, már ne haragudj. Tehát, hogy a legbénább küldetésre küldtük el Goldhandet, és nem tudta megcsinálni. Hát van ez így, srácok. Sajnálom, Goldhand. Sajnálom. Még én tudtam, hogy tapasztalatlan vagy, de hát el akartak téged küldeni. Szerintem tudtak valamit. Tudtak valamit, hogy neked ez nem fog menni. Na, elkapjuk gyorsan Janice-t már így az elején. Igazából most már csak annyit fogunk csinálni a játékban, hogy mindenkivel összebarátkozunk, és akkor kész. Együk meg. Nem, nem. Semmi kanibalizmus, srácok. Mindenkinek nyomunk egy kis inspirációt. Na, milyen Pokémon-t akarsz? Majd, ha kitalálod, mondjad, milyen Pokémon-t akarsz horgolni. Farkasgat, látod, itt vagy? És mivel itt vagy, megmutatom neked, hogy téged még meg is lehet simizni. És lehet neked mondani, jó kutya, nézd. Hopp. Na, mit akarsz? Dreklász látta, hogy megsimogattuk a másik kutyát. Na, mit akarsz, Dreklász? Nagy vezető, mindenemet neked adom, még az életemet is, kérlek áldozz fel. Itt vagy, Dreklász? Az a kérdés, hogy itt van-e Dreklász? Hol az egerem? Szerintetek itt van Dreklász? Final Season. Ez az. Amúgy... mi legyen Dreklász sorsa? Élet... élet... halál. Srácok, ti döntetek. Egy percetek van. Én addig kiküldöm Coolersnek a nyereményét. Na. Coolers. Sutty. Így van, ez kell neki. Hét ember szavazott az életre, 48 a halálra. Milyen rendesek vagytok, srácok? Szerintem ezt így már kár is megvárni a végét.
Tessék. Most ez micsoda? Azt írja, hogy quest failed. De hát elfogadtam. Ez most mi volt, srácok? Itt most mi történt? Istenem. Béna játék. Lejárt? Lehet amúgy, hogy lejárt. Hogy lejárt a döntés idő? Na hát ezt nem tudtam, hogy ilyen is van. Loyalty Enforcer, Tax Enforcer. Loyalty, srácok. Loyalty meg kell nekünk már, hogy pénzt, tehát hogy, az, tehát hogy nyomunk egy rituálét, és pénzt kapunk belőle, az így nem érdekel. Na, meg is van. Szuper. Kimaxoltuk, srácok, a doktrinákat, tehát hogy ez most így megvan. Tudunk csinálni olyat, hogy ugye az első bishop megölésekor diseased heart-tal kezdjük a ránt. Na mi van itt? Van itt olyan, hogy resurrection. Szektársokat tudunk feláldozni azért, hogy tudjuk folytatni a küldetést. Once a day, eat a meal to receive kék HP. Na, nekem ez tetszik, hogy bármikor vissza tudunk menni. A ránról. Nem kell nekünk adószedő. Szia, Bexor! Új korona abilitás. Így van, bármikor haza tudunk menni a bázisra. Loyalty Enforcer. Tehát az egyik nép növelni fogja a lojalitását a követőknek. Jó, hát akkor először is csinálunk nekik ilyen hajálást. Jó. Aztán jött egy rituálé, hogy Loyalty Enforcer. Nekem még nincs agymosás. Még. Janice, én azt szeretném, hogyha te lennél az, aki... Aki... ez az! Nézzétek, milyen vadul néz! Na ez az! Ez az én Janice-em! Ez az! Ez a beszéd! Jó, és akkor csinálunk még nekik olyat, hogy... a házasság 30-at hoz. Érdekes. Na, szóval, hogy bonfire. Kedves ilyen, te egy szektát vezetsz, itt nincs olyan, hogy életbe hagyunk valaki, csak a feláltozás létezik. Jó. Na és... Rituálék hátán... szeretnék valakit visszahozni az életbe, mindjárt. Viszont előtte szeretnék olyat, hogy ez minusz 10, és az is minusz 10 a francba. Szeretném, hogyha 3 napig megállás nélkül melóznátok. Hát nagyon örülnek neki. Dolgozhatunk, juhé, ezt mondták. Tehát 4 rituálét lenyomtunk. Nem, ez nem az volt. Ez az, hogy gyorsabban kapjuk a Devotion-t. Semmi gond. Még azt is megkapjátok, srácok, hogy ilyen nappal dolgozhattok. Na, tehát most van ilyen nappal dolgozás, gyorsabb Devotion generálás.
És akkor... Na hát, elfogytak a csontok. De... Pénzt adományozok nektek, alamizsna a szegényeknek, adjatok hitet. És elhiszem neked, ja? Még a vörös csillagot is kirakjátok a házatokra? Oda nézzetek. Hát konkrétan szerelmesek belém az emberek. Na ez hány rituálé volt egymás után? 6. Hát amúgy elnyomhatjuk ezt az óceánosat. Amúgy azt majd elnyomjuk, de szerintem azzal majd legközelebb örvendeztetlek tipeket. Jó. Az égvilágon minden megvan, srácok. A doktrinák közül persze. Srácok, hányások és kakkálások vannak itt. Az gond. Jó, itt már jobb a helyzet. Hát mondtam, hogy smúzolunk mindenkivel. Smúzolunk mindenkivel. A tűzkörüli tánc az már megvolt, skacok. Az már megvolt. Janice oda megy mindenkihez és növeli a lojalitást, rohadt menő. Ez tetszik. Azbesttel is sokkal jobb lett a kapcsolatunk. Phoenix 9-es szintű, srácok. Mármint, hogy mindjárt 9-es szintű. Kérünk tőle egy kis pénzt, 2 adott. Igen, ez lett az új feladatot, tehát, hogy feleség és szerető egyben, illetve hűség... Hűséggyűjtő. Hát ezek oda kakíjanak mindenhol, srácok. Na várjunk, el kell kapnunk rombolót. Itt Pesten még jó a helyzet. Megszól. A Dreklász. Dreklász 4-es szintű. Ma már nem lesz új követőgyűjtés, srácok. Sina milyen kis boldog volt. Na. Ezt még ide letesszük. Illetve leteszünk egy ilyet is. Húsz percig esett? Na! Na ezt a Shining Flame-et is ki kell, hogy próbáljuk. Shrine Flame, Flame of the Tabernaculum. Még több Devotion-t lehet begyűjteni. Hogyne. Janice, Mizu. Janice 9-es, azt nézzétek milyen gonoszan néz. És beszélget másokkal. Az igen. Csak így ide kakkantasz? Az komoly. De hát nincs is tele a WC. Na szóval, Janice.
Janice-szel a kapcsolatunk 9-es szintű, úgyhogy még csak 38 éves. Látott egy kakit. A vezetünk olyan kedves, rendes, tehát, hogy aranyat adunk nekik. Elképesztő. Jól van. Srácok, szerintem mindenkivel beszéltünk. Igen. Én úgy látom, hogy mindenkivel beszéltünk. Jól van. Ja, még itt van két kaka. Hú, basszus. Ki kell, hogy lépjünk. Ki kell, hogy lépjünk megint, mert egyébként örökre ezt a játékot fogjuk nyomni. Hú. Hú. Srácok, pikpak elrepült 3 óra, vagy talán egy kicsivel több, mint 3 óra. A halottak száma az így megduplázódott. Még mindig nagyon élvezem ezt a gémet, ami főleg menedzsment játék, némi roguelite-os kazamat a tisztogatással. Fantasztikus, még mindig fantasztikus ez a gém. Még mindig nagyon-nagyon élvezem, remélem, hogy ti is, bár így a chat alapján én azt látom, hogy élvezitek. Tök jó, hogy sikerült kitalálnom, hogy nyeremény játékozunk, hogyha horgászós eventet nyomok. Szerintem ez haladás. Mentünk ezen az új területen is pár ránt, és sikerült megölni a főpapot. Most már látjátok, hogy kettő van áthúzva. Úgyhogy legközelebb már új területre tudunk menni. Új területeket fogunk bejárni. Illetve találkoztunk egy kígyóval, aki odament a kis barátunkhoz, ahhoz a ratat akárkihoz. Ratat, mit tudom én, mi a neve. Úgyhogy majd ott le kell győznünk a kígyót. Elkezdtünk gyűjteni gombákat is, és a gombákért cserében nekünk agymosós rituálét fog adni nekünk a gombás ember, valami Szóló a neve, vagy nem tudom, Szóló, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy neki kell majd gombát adni, illetve kell még kristályt is adnunk a világító tornyosoknak. Gyűjtöttünk halakat is ugye ez alatt az óceános bounty rituálé alatt. Már csak egyetlen egy rituálé hiányzik egyébként a rituálé közül. Az összes doktrina már megvan, az összes körz már megvan tanulva. Tehát ha tartunk még jó pár imát a templomba, hát a jó pár alatt értem azt, hogy nem tudom, szerintem még egy 10 nap, és az összes fejlesztés meg lesz az imákból. Ugye, ami erősíti a fegyvereket, hogy több körzünk legyen, többet sebezzünk. Úgyhogy lassan az maxos lesz, illetve hát még jó pár devotiont kell begyűjtenem a shrineból, de Janice intézi, hogy meglegyen az összes fejlesztés, mert az utolsó sort is elértük, úgyhogy lassan meg lesz minden egyes upgrade a játékba, ami csak így benne van. A lehető legtöbb rituálét most egy tizen pár perce ki is próbáltuk, hogy milyen. Házasságot is kötöttünk, Janice-nek adtunk egy életnövelő nyakláncot. Volt vicces event is, hogy Phoenix prankelte Rombolót, és meg akarta őt ölni. Meg kakás kaját adtunk neki, bebörtönöztük. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akciódús volt ez a stream is, ez a bárányos móka megint adta. Ez megint adta. Úgyhogy srácok, remélem, hogy tetszett nektek ez a harmadik adás ebből a gameből.
innen folytatjuk majd holnap.